egy pillanat. Füles. Na, semmi, csak leszakadt a fejhallgatóm. Hogy legyen mára is valami. 6 óra 8 perc, jó reggelt, sziasztok, hello Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, szia Gyuri. Jó reggelt, szevasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt. Szép vagy, Anett. Köszönöm szépen. Szép a hajad, szép a karod. Amit látunk innen. Amit látok most belőled. Köszönöm szépen. A hajaddal valami történt. Hát ki van vasalva a hajam. Igen. Csinos. Ez most egyenes. Most mindenki odafordul. Wow. Kalambó kabát, amiben bejöttél reggel. Igen. Ezzel a piros felsővel. Jó a kombináció. Köszönöm szépen. Tetszel, kislány. Köszönöm jó szépen, reggelt. Tesó. Ja, igen, Gyuriról is beszéltünk a biológiai órájáról, nem is hallottad egyébként, nagyon érdekes volt. Mi volt? Igen, bocsi, rávilágított, hogy ketyeg a biológiai órán, de jól gondolja meg a gyerekvállalást valaha is, mert hogy mennyi lelki teherrel és mennyi kemény melóval jár. Az 20 év. Minimum alsó hangon így van, és hát ugye mindig újabb életfázisokban újabb igen. kötelességek. Meg újabb aggódások, erről beszélünk főleg, hogy aggódások, mindig van valamiért. Tehát gyakorlatilag aggódás. Teljesen kitölti a naptáradat, és a napi óra beosztásodat, igen. és ugye plusz az aggodalom, tehát gyakorlatilag egy roncs leszel a végén. Igen. Egy roncs. Mindenki gondolja át, tudom, hogy nincs nagy szaporulat ebben az országban mostanság, mégis azt mondom, hogy felelőtlenül ne nemzetek gyereket a Gyuri biológiai órájára, majd rárakunk egy párnát, hogy ne legyen hangos. Igen. Úgyhogy ha fél hat és hat között ezeket a filozófiákat szívtam magamba most. De ez egyébként tök érdekes, kár, hogy kimaradtam belőlem, mert na mindegy, majd fél hét után vonjatok már be, ha lesz még róla szó. Kína folyosón? Igen. Ja, bevonunk mi bármiben. Neked van biológiai órád? Van is, ez is csörög. De mi? Tiéd ne csörög. Mi? De tik-tak, vagy tik-tak. Ez nem tik-tak. Jézusom, remélem Csabi még alszik. Ja nem. Vagy hát remélem én is, hogy alszik. Én... Remélem én is alszom. De biztos, hogy nem alszik, mert hát nagy munkában van, hát a szüret még tart. A lényeg az, csak ne hallgassa a rádiót most. Igen, ez a lényeg. Úgyse hallja a ketyegést. Igen, valakinek aludni kell a Csabi családból, ha Csabi ébren van, akkor ezt te leszel a más. Ja, hát én nagyon nehezen keltem. Na mindegy, hát ilyen ez a biológiai óra, mint amikor MacGyver elvágja a tört, tiktak, és akkor igen. kéket, és akkor ad leáll. Tehát ezt úgy hívják, hogy... Bomba. Nem, ez a MacGyver... Na mindegy, nem, ez a vaszektómia. Jó. Igen. Na ideig nem értünk el, Anett, úgyhogy nincsen gáj. Te is tud, Gyuri, hogy a kéket vagy a pirosat kell elvágni, ez a fontos. Balra van a kék vagy... Hát ez majd a doktor bácsi majd megnézi, ez nem az én ügyem. Jó, igazad van. Jó, nézzük az SMS-eket. Sok SMS arról szól, hogy valahogy meghallgatták, ami drága barátaink, hallgatóink, a tegnap reggeli első megszólásból az első, nem tudom, néhány percet, hát amikor persze. nem szólt a mikrofon kifelé. Igen, kiraktuk Facebookra és TikTokra is, és nagyon szerették, úgyhogy kár lett volna érte, hogyha az elszáll így a semmibe. Így van. Jó reggelt, Bocskor tím, jó reggelt, Kamara Erdő. Érdemes volt visszahallgatni a tegnap reggel kimaradt részeket, azt hiszem soha többé nem iszom smoothie-t. Szentlőrinc 14, fog a Nagykozári fuvaros. Aztán királyom műsor, emberek zenekart könyörgöm, hanyagoljátok, köszi. Bezzeg. Mindent megtettünk. Egyszerűen tényleg higgyétek el, karöltve veletek, drága hallgatók, írjatok SMS-t, amikor nem tudom, a Leirert imának. De komolyan, hát ő szereti. Szerintem a postai levél. Ő dédelgeti a mellén a Berkes Gábor. Ne, én nem tudok már mit csinálni. Hát őszintén, én mindent megpróbáltam. Tényleg, és abszolút együtt érzek veletek. De túlszoros ez a kötelék. Túlszoros. Igen, 608 szép reggelt, szeretném megköszönni Fatinak a tegnapi napot, és hogy hallhattam, hogy Anettnek nagyobb a melle, és hogy Laci mit is csinált a Kamaraerdőnél 6000-ért. Pusszantás Zöldséges Zsolt. Igen, ezek mind benne voltak a első pár percben. Na, ami viszont érdekes, Süsű írt, tudjátok, Süsű, ami vízügyi szakemberünk. Ó, igen. 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 Na, most olyat ír, érted, amit te sose fogsz megtudni a te hírforrásaidból. Jó szerencsét, érkezik az eső, és vele együtt az árhullám, vagy árhullámok is. Azt azonban érdemes tudni, hogy még nem esett le az a csapadék, amelyből várjuk az akár komolyabb árvizeket is az ország nyugati területein. Azonban megnyugtatunk mindenkit, a vízügyes szakemberek készülnek, folyamatosan figyelnek. Felelőtlenül még nem szeretnénk olyan előrejelzésről beszélni, amely holnapra már egész más lehet. A ciklon tevékenység előrejelző lehetőségének bizonytalanságát...
jól szemlélteti, hogy míg minden modell igen jelentős csapadékmennyiséggel számol, addig a várható csapadék időbeli és főleg térbeli eloszlása az idő előre haladtával futtatásról futtatásra, szinte óráról órára új és új mintázatot mutat az egész vízgyűjtő területén. A lényeg, kis türelmet kérünk, és óvatosan a főcímekkel. Oh. Hey. Bravo! A első kézből kapjuk a teljesen szakszerű. Hú, de jó! Igen. Amikor nem fut át az újságírókon. Ez tényleg azt jelenti, hogy óráról órára is nehéz megmondani, hogy mennyi eső fog esni, vagy esni fog egyáltalán. És a másik, amit én laikusként nem nagyon értek most ebben, hogy árvíz, amit ezelőtt pár héttel még 200 mm csapadék hiány volt, ugye, az asszályos időszak miatt. Tehát, hogy most annak először gondolom én vissza kéne pótlódnia, nem? És akkor utána lenne bármi. Én se ért, mi kell, hogy duzzadjon ahhoz, hogy itt elöntsön mintát? Csapadék. Csapadék, nagy csapadék. Mennyiség. Nem, a csapadék, ez nem duzzad a csapadék. De hát folyók, tölti... tavak, azok duzzadnak. És mitől? Most kiszáradtak egy csomó. Hát attól duzzadnak, hogy jön a csapadék. Igen. Én értem, de a csapadék itt nem esik nagyon, de mondjuk esett a Bajorországban. Ausztriában esett most. Igen, vagy Ausztriában, akkor az ide jön. Bizony. Uh-huh. Igen. Hát tegnap én duzzadás. Is hallottam. Tehát ezt is a süsüjék nyilván baromira tudják. Valószínűleg süsű. Köszi. Igen. Anita Calgaryból ma nem lesz melegünk, nagyon nem. Elkezdődött a fűtés szezon, egyelőre csak egy napra. De innentől kezdve bármikor kaphatunk egy kis havat, nincs mese, fel kell öltözni, csodás napot mindenkinek. Igen, ez így megy tovább. Aztán jó reggelt, géniuszok, Bajorország 8 fok és hideg, újra itt az ősz, de ma is veletek indul a reggel, bocsit, info level felcsi. Aztán a McLaren írt egy baromi hosszat, de ő a Tupoljevről írt, nem tudom, ő elkezdett olvasgatni a Tu-154-es repülőgépről, és innentől annyira belemerült, hogy ezt velünk tudatni akartad, de nem akarom most a Tupoljev izét. Akarjátok? Wikipédiát? Nem tudom. Szellemes lesz a vége? Nem tudom, nem néztem végig, csak a hosszú volt. A tervező Tupoljev gyártó Aviakor. NATO kódja Kerlesz. 68-tól 2013-ig gyártották, jó pár darab a mai napig forgalomban van. 1026 darabot gyártottak le belőle, mint több mint 100 légitársaság használt. Utolsó darab az orosz védelmi minisztérium. Eddig 63 gép zuhant le, ebből 6-ot terrorizmussal kapcsolatban veszítettek el. A malév színeiben közel 30 éven át álltak szolgálatban, és csupán egy szenvedett katasztrófát. Beirutban lelőtték. Egy Prágában kifuton tört ketté, földrengés következtében. Jó, ez megy még szépen tovább. Igen. Köszönjük szépen, hogy megemlékeztél a Tu-154-re. Nekem egyik kedvenc típusom volt, mert rengeteget repültem vele. Egyébként jó gyors volt, 913 km/h-val ment, és 12.100 méter magasságban. Ha mindig azt mondjuk, hogy 8-9.000 méter magasságban vagyunk, ő bőven 10.000 felett volt. Wow. Így van, én nagyon sokat repültem vele. Imádtam azt a gépet. McLaren, és nem tudja, milyen drága műsoridő, ekkora üzeneteket ír ilyenekről. Nem tudom, hogy mi hatotta meg. Tehát lehet, hogy látott az arborétumban egy régi, nem tudom, képet, és akkor letörölte a sarat róla. Hogy és ott volt egy 254-es, és na, most utána nézek. Mi is ez a képen? Nem, de a McLarensnek van egy küldetés, hogy olykor műveljen bennünket, vagy rajtunk keresztül a többi hallgatót. De köszi! Nagyon-nagyon jó. Jó, időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, ami drága Anettünk, keménykedik az ősz. Hú. Ráadásul egy érkező hidegfront ketté vágja az ország időjárását. Az élénk szél mellett nyugaton 12 és 18, máshol 19 és 30 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. He? Milyen 30? Hol? Délen, meg a keleti ország részben bizony. Ott még lehet 25, 28 és akár 30 fok is. Igen. Nálunk viszont 18 lesz. Uh-huh. Majd figyeljétek csak. Megpróbál megfigyelni. Lemegyek délre. Igen. Hétvégén is felhős borongós időben lesz részünk. Mária névnap van ma. Hát Mária néni, szentesen. Igen. Boldog névnapot. Ő egy jó példa. Meg Mária néni Názaretben. Neki is boldog névnapot. Mert nekem ő jutott eszembe először. Hát ezért most ne kövezzetek meg. Te nagyobbat mondtál. Jó, hát ez volt a... Igen, a kártyapakvimban. Jó vagy. Szentes és Nazaret. Így van. Igen. Elég régen, 2514 éve az aténiak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában. A hírnök emlékére létezik a maratoni futás. Itt a mai nap mi történt igazából? Hát, hogy tehát ma volt a futás? Igen. Vagy 2514 éve, igen, és ugye a hírnök futva ment. De mi volt? 2514 éve a perzsák legyőzték a maratoniakat, vagy fordítva? Vagy a hírnök ért oda? Vagy a hírnök elindult? Legyőzték. És a futár?
A futár. Azért ment szólni haza. Ment szólni de ma haza. Mit csinált a futár? Elindult. Szerintem még fut. 2514 éve a mai napon a futár mit csinált? Futott. Szerintem elindult. Tehát ha ma győzték térdelő le, akkor ma van az volt. A pont, amikor azt mondta, hogy na jól van srácok, akkor én hazamegyek és mondom mindenkinek, hogy Mizu. És elkezdett tehát kocogni. Tehát futott. Tehát ma indult el. Igen. Igen. Ma tűzték rá azt a nagy számot előre meg hátulra. Jó. 84 éves Linda Gray. Samantha Dallasból, aki csak Magyarországon Samantha. Igen, Sue Ellen vagy? Sue Ellen, igen. 60 éves ma Gyulai Zsolt, olimpiai bajnok és világbajnok kajakozó sportvezető, így van, Isten éltesse Zsoltot. Aztán 183 éve született Savanyú Jóska. Mi van? Hát egy betyár volt a Bakonyban. Savanyú Jóska a hírhet Bakonyi betyár? Hogy rohadnál meg? Nem szó szerint. De már a Savanyú az... Jézusom, ezt ide tetted nekem? Linda Gray mögé? Ez tetszik, ez. Remélem minden napra lesz egy betyárod. Mert ezek bűnözők. Hát igen, de azért néha szeretjük őket, nem? Nem szeretjük őket. Ja. Én nem tudom, hogy betyárokat miért kell heroizálni. Egy napon született Samantha Dallasból és Savanyú Jóska. Ezt nem gondoltam. Ma is tanultam valamit. Ma mit írna a Bors a Savanyúról? Hát, hogy... Vagy egy rohadék. Ja, lehet, persze. Meg a fantom képét is kiraknál. Így van. Meg, hogy vidéken kerámiázik. Most már. Az én másik. Laci. Tudom. És akkor miért szólaltál meg? Igazad van, hülye kérdés. Igen. Jó, szerencsére 102 éve már nincs benne a menyasszony házassági esküjében, hogy mindenben engedelmeskednie kell a férjének. Mert eddig benne volt. Képzeljétek el. Szerencsére most már... Nem kell ilyen kritériumoknak eleget. Igen, mert erre hivatkoznánk. Igen, igen, tegyél eleget. Tegyél eleget nekem. Igen, és akkor nem tiltakozhatnál, igaz? 41 éve ezen a napon lett amerikai állampolgár Arnold Schwarzenegger, aki 14 éve korábban telepedett le Ausztriából. 49 éve a Pink Floyd piacra dobta a Wish You Were Here című albumot, ami egy nagyon jó album. Igen. Pont amikor kapott egy állampolgárságot a Schwarzenegger, és pont amikor elindult a futár. És pont amikor megszületett Savanyú Jóska. Ez a szülinapja volt amúgy? Igen, 180-valány éve született. Ez igen. A becsár. Na jó, Gyuri kőszeggel kezd, 14 fokos most kőszeg, 23 lesz ott ma. Teszem hozzá, kőszeg nem délen van, és nem keleten. Csak úgy mondom. Székesfehérvár. 14 fokos, 22 lesz napsütéssel, ahogy Kőszegen is. Calgary 9 fok, 12 lesz ott esős. Szekszár 15 fokos, 23 lesz napsütéssel, és Budapest most 15, itt meg 22 lesz a csúcs és napsütés. Na, gyerekek, ez nagyon érdekes egy téma. Tudom, hogy rengeteget beszéltünk már arról, hogy gyereknek házi munkáért fizessünk-e pénzt, vagy sem. És én azon voltam, hogy szerintem simán. Igen, kell, igen. Megosztanak a vélemények, mert hogy azt mondja az ember, hogy ezt magától is el kéne, hogy végezze, mert a család, de ugyanakkor meg a motiválás, meg hogy megtanulja a pénzértéke, az frankó. Én ezen az oldalon vagyok, de itt most nagyon-nagyon keményen egy brit anyuka azt mondja, hogy igenis, a gyerek tudjon gazdálkodni, de tanulja meg már korán, gyerekkorában azt, hogy az életben mit jelent a gazdálkodás. Ezért ő ad neki 5 fontot hetente, viszont egyet levon kajára, egyet lakbére, egyet nem tudom, internetre, vagy nem tudom, mire. Levon. Tehát így az 5 fontból levonja a lakbért, meg mindent a kisgyerektől. Tehát 5-ből 3-at levon, ezért azért. És marad 2, igen. Aha. Tehát ez akkor... megtanítja gazdálkodni. Tehát, hogyha van pénzed, akkor a 60%-át valaki el fogja venni. Akkor ez... megtanítja, hogy az élet kemény. Ezt akarom mondani, igen. Ugye. Gyakorlatilag lemodellezi az életet neki, hogy mert azt mondja, az iskolában sok mindent tanítanak, de ezt nem. Azt nem tanítják meg a gyerekeknek, hogy a pénzzel hogy kell bánni. Hogy az élet bizony pénzbe kerül, hogy a kereseted az csak egy picit a tiéd, az összes többi kötelező. Tehát gazdálkodni a gyereket nem tanítják meg, és ő ehelyett, az iskola helyett megtanítja őket. És azt kell, hogy mondjam, igaza van. Ha nem is azt mondja, hogy vegyétek el a gyereketek zseppénzét, amikor már odaadtátok neki, de az, hogy mennyi felesleges dolgot tanulunk az iskolában, és főleg az, hogy mennyire fontos dolgokat nem tanítanak meg nekünk, hogy ez csak akarat kérdése lenne. Hány órán unatkoztunk, amikor azt kellett tanulni, hogy az ellenállás, meg a sebesség, meg a nem tudom, a nátriumklorid mit csinál? Ez egy dolog. Mihez kezdesz? Ez egy dolog, most? De hogyha egy felnőtt fejjel visszagondolsz, hány olyan óra volt, ami teljesen felesleges volt, semmit, soha egy betűt nem ejtettél ki belőle az életedben, és mennyi minden van, amit így bukdácsolással kellett megtanulnod az életedben, ahelyett, hogy ott megtanították volna. Hát egyébként igen, teszem hozzá, beülsz a bankba az ügyintéző, ez egy bonyolultabb ügyet elintézni. Hát ott aztán teljesen mindegy, hogy hanyas voltál biológiából.
Nem, ott teljesen, nem erre van szükség. Abszolút, és nem tudod. Tehát tényleg az életem, amikor kilépsz az iskolás évekből, és az élettel találkozol, elkezdesz dolgozni, fogalmad nincs arról, hogy hogyan köss egy szerződést, hogyan vegyél fel egy hitelt, hogyan bánj a pénzeddel egyáltalán, tehát hogy hány százalékát költsd erre, arra, és aztán, na mindegy. Szóval nem most menjünk bele, de rengeteg olyan van, és akkor most nem csak pénzügyi dolgok. Felkészítettek bennünket párkeresésre? Nem. Mennyi kudarc? Az élet legtöbb kudarcát itt éljük át, vagy éljük meg. Igen, igen, és egyébként egy csomó alapvetést meg lehetett volna tanítani, mert tényleg egy csomó részét lehetne ennek tanítani. Így van, például a Goldigger szűrést. Abszolút. Már negyedikben. Hányan beleszaladtunk már ezekbe. De ez így van, Gyuri, ez nem lenne hülyeség röhögni. Pont, bizony, bizony. Tehát ez, vagy amit csinálsz... Anett, neked is például. Hát ez mit? A Goldigger-séget, hát így képzeld el. Hát... Igen. Ez milyen nehezen jutottál el ide? Még ide se jutott. Pedig kaptál volna egy jó képzést. Hányas lettél volna általánosban Goldigerből? Nem most beszéljük meg. Nem most beszéljük meg, meg most ne is Goldigerezzük le, Anette. Csak hogy igen, hasznos dolgokat, amiket az életben tud használni a férfi és a nő, amiket nem tanítanak meg, és tökre igazad van, megtanítják, hogy a ilyen kovalens, meg nem tudom milyen, és a nátriumklorid hogy viselkedik a Mars csokival. Igen. Közben egy csekk feladás. Na mindegy. Milyen feladás? Egy csekk. Csekk feladás sem tudunk, így van. De mindig ezzel csekkel jössz, mert tegnap is ezzel jöttem, mert mondd el, mi a bajod vele. Rendben. Mi? Hát, trauma nekem mindig. Beadja az ablakon, és pénzt is kell beadni, ez a baj. Na jó, ez az egyik témánk, hogy mi az, amit a suliban kéne tanítani, aha, és mi az, amit egyik cserében nyugodtan el lehet már engedni. Egy bizonyos korfelt, egy alapkémia, kösz szépen, oké, elég viszlát, ha valaki nem akar kémikus lenni, ez csak egy példa. Jó, ez az egyik témánk. A másik pedig, képzeljétek el, hogy... az én barátaim veszélyesnek tartják a konyhát. Most azért, mert láttad ezt a teflon cikket, ugye? Hogyha sokáig hevíted a teflont, és az belélegzett, köhögsz. Ez képzeld, volt a... el, képzeld el, ültünk Anettel meg a Lacival tegnap, és találtunk egy ilyen cikket, hogy létezik ez. Ez a teflon mérgezés. Teflon láz. Ilyesmi, igen. Mert hogy állítólag egy bizonyos hőfokon hevítve már... Tehát arra való. Na ez az. Na ezért ezt beszéltük mi is magunk között, igen, hogy hogy lehet. És állítólag különféle gázok szabadulnak fel ilyenkor belőle, amik hát ilyen tüneteket okozhatnak. Fejfájás, émeigés. Istenem, persze. Hát egy égő házat is, ha beinhalálsz, akkor izé. Az jó, de az nem egy üzemszerű működés. De az, hogy a teflon izé serpenyőben vagy fazékban naponta csinálsz valamit. Jó. Mit tudod te, hogy hány fokos? Én értem, és akkor most itt jön az, hogy itt a konyhában mennyi veszélyes dolog leselkedik ránk. És ez most nem az, hogy ne a plafonra akaszd a késeket, mert ha leesik, akkor izé, baj lesz. Tehát nem ez a, hanem hogy a különböző konyhai eszközökben, amik ilyen-olyan anyagból készültek el, milyen veszélyek leselkednek ránk. És a Gyuri azt mondta, beszéljünk mindenképpen dr. Tóth Tamással, mert beszéljünk vele. Beszéljünk Tóth Tamással. Obezitológus, táplálkozással foglalkozik, hogyan táplálkozunk veszélyes konyhai eszközökből, Tamás, ne jeljünk le veszélyeskor. Meg az, hogy mennyi kamu ezekből, mert ilyenkor tudod, szeretnek riogatni ezek a cikkek, és találtunk egy sor ilyen konyhai eszközt, és úgy vagyunk vele, hogy akkor járjunk már utána, hogy érdemes-e kiszórni mondjuk egy zománcozott edényt. Igen, ez nagyon érdekes, a zománcozott edény. Azt gondolom, hogy ez a legegészségesebb edény, ami van. Mert ugye az vasból van, van rajta egy jó kis zománc, a nagyanyáink használták, persze, alig lehet ilyet kapni, én annyira ellágyulok, könnyezek. Igen. Igazából könnyezek, hogy látok egy ilyen zománcozott piros fazekat valahol, általában a gazdaboltban van. Én oda járok mindig vidéki levegőt szippantani. A belvárosi gazdaboltban? Igen, és akkor ott látok egy ilyen edényt, és az volt a gyerekkorom. Maguk vidéki emberek, jó emberek, mondod ott be. A 8. kerület. Hát a gazdabolt az olyan, mint egy rezervátum. Négyes sorban. Az a vidéki nagykövetség a gazdabolt. Éppen igen, a vidékiek nagykövetsége a városban. Ne menjenek a 4. sorba, ott szagolgatja a bocskor a zománc edényeket. Én szagolgatom a hordókat is. Én imádom a gazdabolt. Pontosan ezért megyek le, hogy ilyen szentimentális lehessek. Igen, és ahogy mondod egyébként, hogy ez például a gyerekkorunkból, a nagyszülőktől. Semmi baj nem volt akkor. Nem, semmi. Én remélem, hogy dr. Tóth azt fogja nekünk mondani, hogy ezzel semmi gond nincs, és hajrá, és csináljuk a teflont, a műanyag dobozokat, a zománcos edényt. Semmi gond nincs, ezek az olyan pici mennyiségek, hogy ahogy felejtsük el, régen akkor szintén megbetegedett volna mindenki. Szóba kerül majd a mázazott kerámia edény is. Ja! Laci is egyből a homlokára csapott, hogy ő mennyit kerámiázik otthon. Nem a készítésbe halsz bele, te hülye!
hanem ahogy használod. Hát Jézus Mária. Mázas agyagedény. Korongozás, hát, így hívják, amit csinálsz a lábad között, nem? Úgy igen. Csinálod, mint a Ghostban, így csücsköttem el, csücsköttem. Csak ott Demi Moore csinált. Szóval, és milyen érzés, amikor megfogod, és így nyúlik. Nem tudom, doktor tudod megkérdezni. Hű, de magas összedőlt. Jó, nem ez lesz a témánk, félre ne értsétek. De nem a fené. Dehogy nem. Te az lesz a témánk, hogy mennyire mérgező a konyhánk. Igen. Ez a lényeg. Jó, jövünk vissza. Ma a vakci nem lesz, mert elmegy tüdővizsgálatra. Jó. Most beszéltél vele, és most rosszabb a helyzet? Nem rosszabb a helyzet, csak úgy gondolja, hogy kivizsgáltatja magát, ha már elindítottad ezen a gyógyszerszedési úton, és ez nagyon jól teszi. Ugye a Vájpista volt már a héten, neki adottak ügyei, úgyhogy Horthy Gábor lesz még egyszer. Ilyen sem volt még, hogy kétszer egy héten, de most van miről beszélni, hiszen egy nemzeti ligája meccsünk volt. A keddi meccset. Így van. De hát ez csak 2 perc lesz. Nem, csomó mindent fog elemezni a Gábor, meg hát a jövőről is fog beszélni. Kinek a jövőjéről? Hát a Nemzetek Ligája folytatásról. Ja, azt hittem a csapatnak van. De ott még lesz folytatás? Persze, októberben lesznek még meccseink, folytatódik az egész, persze. A szegények. Lesznek meccseink. De a -5 meg a 0-0 után még van kedvünk. Most mindent elmondjak, amivel a Gábor készül? Mi lesz? Jó, Horthy Gáborral erről beszélünk majd. A tegnapi nap legjobb pillanatai következnek, és ez nagyon-nagyon nosztalgikus volt tényleg. Érzelmi momentumokat fedezhettek fel ebben a kis megszólásban, mert az első autónkról volt szó. Bizony, mert egy német újságíró szerelmes levelet írt az első autójához, és ezért mi felidéztük a sajátjainkat. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ami másnak egy semmi, az neki maga a csoda. Ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz 7 perc múlva, és nagyon sokan írnak arra már azt a mindenit, hogy mit lehetne tanítani az iskolában ahelyett, amit tanítanak. De jó. Ugye egy sztori kapcsán, és tök jó, mert nagyon jó irányba gondolkoztok mindannyian, és hogyha ez tényleg egy ilyen tömeges igény lenne, ugye mindenki tanulván a saját kárából, akkor lehet, hogy ez érdemes lenne megfontolni, nem mint hogyha egy rádióműsor ilyenkor odahatna. De legalább beszélünk róla. Laci, addig meséld el, te mit találtál? Hát ami engem ma reggel lenyűgöz, az Jon Bon Jovi. Gyerekek, ez egy keddesti videó, ami kikerült a YouTube-ra, egyébként tegnap lett belőle hír, így világszerte. Az történt, hogy Nashville-ben videoklipet forgattak, és egy híres hídnál, ez a John Ziegenthaler híd, ami ott Nashville-ben van, mindenki ismeri. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egy nő kint áll a korláton kívül. És kiment oda a stábból. És ugrani készül. Igen, abszolút. És Jon Bon Jovi oda ment. Egy másik járókelővel egyébként. Nem lehet tudni, tehát a videót messziről készítették, nem lehet tudni, hogy miről beszéltek, mi hangzott el, de az biztos, hogy eljött a pont, amikor a nőt segítettek visszaemelni a korláton belülre. És átölelték egymást. Igen, igen, és utána elsétáltak. Tehát igazából ennyit lehet tudni. Jon Bon Jovi azt mondta, hogy ő nem szeretne nyilatkozni erről a dologról, pont az érintett miatt. Tehát ő amúgy is nehéz helyzetben van, de hogy hú. Wow, ez nagyon ez hatalmas. Azért gondolj. Én is ma reggel olvastam ezt, elképzelhető, hogy videoklip forgatás közben látja, hogy egy nő ugrani készül. És nem miatta, nincs köze a forgatáshoz, nincs köze Bon Jovi egyáltalán, és ő odarohan, és azt mondja, és lebeszéli róla, és átemeli a korláton, messziről fotózták. Elképesztő. Elképesztő. Nem azt mondom, hogy hú, de nagy hős tett, mert nyilvánvalóan mindenki ezt tette volna. Na ez a nagyon nehéz szerintem, ez a mindenki azt tette volna, mert szerintem ez egy jelentős félelem van az emberben, tehát abban a pillanatban, hogy te ott hagyod a videoklip forgatásodat, megindulsz felé, te ott valamennyire felelősséget vállalsz már az ügyért. Hát igen, az nagyon gáz, hogyha elindul a illető felé, és akkor Jon Bon Jovi közelít, és ő leugrik, és pács. Tehát az gáz. És ezer fotó készül erről a pillanatról, meg videó, hogy Bon Jovi megrémítette a leugrani készülőt. Igen, ezért ez megfontolandó. Igen, meg ilyenkor minden szónak is súlya van, meg bizony. Tényleg ez a, hogy kezded el, tudod, egy labilis emberrel beszélsz, ahol tényleg nagyon tojáshéjakon kell járnod, és nem nagyon tudod, hogy feltétlenül mi az, ami jót fog hozni, és mi az, ami rosszat. Szóval hát ezen Bon Jovi dalból lehet idézni jó. Tehát lehet, hogy tudod neki egy kedvenc rész. Oh, we halfway there. Living on a prayer. Én erre lejönnék. Sziasztok, de zenekar nélkül inkább lemesszük, csak hagyjuk ezt. A Jon Bon ezt hagyjuk. Jon Bonnak nagyon sok olyan
jó indulata mondom, én imádom a csávót, de sztereotíp szövegei vannak, amelyek ilyenkor nagyon tudnak hatni. Szóval én szerintem ő tele van ilyen, jobb, mint egy túsztárgyaló, vagy nem tudom, kit szoktak ilyenkor kiküldeni. Igen, valószínűleg a dalokból is, meg egyébként olvastam ezt is, ugye van ez a Soul Foundation, ugye az ő alapítványa. Az viszont nagyon komoly. Nagyon komolyan üzemeltet, és azt mondják, hogy ennek köszönhetően egyébként kapott széleskörű képzést, tehát ő belement ilyen képzésbe, hogy krízis helyzetben lévő emberekkel hogyan kell bánni. Le a kalappal, tényleg. Ez egy iszonyat szerencsés hatalmas. Ez a Manus is, amit a felesége véghez vittek, most tényleg túl azon a zenei karrieren. Én komolyan mondom, hogy példaképek. Abszolút, abszolút le a kalappal előttük. Nagyon bírom a Manus, tényleg. Igen. Szuper. Úgyhogy gyönyörű történet. Aztán még láttam, hogy Cserpes Laura most ő titokban megházasodott. Kiderült valahogy a dolog, és ő nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy a párja egy civil foglalkozású ember, és mindenben támogatja őt, de megbeszélték, hogy hogy ő nem akar szerepelni vele, és hogy ezt tiszteletben tartja, mert nem akarunk álompár lenni a médiában. Tök jó, igazán. Ez tök jó, és én így végig gondoltam tulajdonképpen most, hogy most már azért jó pár éve nézegetem a bulvárt, hogy tulajdonképpen mit jelent álompárnak lenni a magyar bulvárban. Na mit? Hát figyelj, mondom a címeket. Ugye ott kezdődik ez a nem hiszed el kivel. Fotózták. Ebből indulunk. Aztán jön a lángol a szerelem típusú, tehát Instagram táplálkozásból. Aztán jön a megszületett a döntés, elhagyták az országot. Igen. Ez annyi, hogy megtörtént az első nyaralásuk Tenerife-re. Tenerife-re, igen. Aztán nálunk is vannak veszekedések, és a kedvenc mondatom ilyenkor, mi olyan olaszos család vagyunk. Igen, az akkor már romlik. Ezt nem tudom, ez az olaszoknak más országban is ilyen imidzse van-e? Nyilván. Amikor üvöltünk egymásra, a Siófoki aranysétányon, akkor olaszos család vagyunk. Mi olaszos család vagyunk. Akkor jön a szerelmesebb, mint valaha. Aztán jön a kikövette Instán, nagyon gyanús, igen. Már nem lájkolja a posztjait. Aztán jön a vissza, jacuzziban csókolozva bizonyították, hogy minden rendben van köztük. Aha. Ugye? Ismerősek ezek. Hát, tehát ez minden párnál végigolvasod. Igen, és az a baj, hogy ez a súlya, hogyha vállalod, hogy álompár leszel a médiában, az egy darabig biztos, hogy nagyon jó, meg kifizetődő, csak amikor eljön az a pont, akkor ízekre fognak szedni a szakításban és a különvállásban, és mindent ki fognak teregetni. Ez álompár, mindenki, tehát még az is álompár, akinek az egyik fele civil. Tehát, hogy már ez is. Tehát nem csak híres-híresen. És igen, tehát, hogy én ki jobban, mint én. Igen. Értem meg Cserpes Lauráékat, hogy egyáltalán nem akarnak ezzel foglalkozni. És pont ezért, mert ezek sablonok, tehát, hogy annyira unalmas az, hogy ahogy magad, hát azért én voltam egy párszor párkapcsolattal sajtóban. Igen. Annyira unalmas, ahogy én magam viszont látom ott az ő agyukon keresztül megszűrve az én életemet, annyira szánalmas, nem tudom elmondani. Én nem tudom, ez őrjítő. És van, amikor tényleg nem az, hogy valamikor soha nem tartozik rájuk. És tényleg az én önvédelmem az, hogy miután az újságírók ma totál lusták, és amúgy sem képzettek. És egy valamire mennek rá, hogy mit találnak a közösségi oldalakon. Tehát, hogyha Cserpes Laura hozzáment valakihez, és nem írta ki a Facebookra, hogy valahogy hozzáment valakihez, akkor ő titokban ment. Nem titokban, hidd el, ott volt az, akit meghívtak. Akire tartozik, az ott volt. Nem volt titokban. Egy. Csak az, hogy nem tudom, Bankó Rozit, vagy nem tudom, a Bliktől nem hívták meg, az nem titokban. Érted? És akkor innentől kezdődik egy lavina. Amiben nem akarsz részt venni. És azzal, hogy nem vagy a közösségi médiában, és nem mondasz semmit a párodról, onnan tőlük megijednek. És hú, mi van? Akkor elkezdenek találgatni, meg minden. De elvetted az eszközüket, érted? Mert nincs, tehát hogy nincs az, hogy a szerkesztőségben azt mondják, hogy akkor ülj be az autóba, és menj le Máté Szalkára, mert ott lakik a nagyon híres táncos énekes, és annak állítólag a kocsmáros nép bejön, és próbálj vele csinálni egy interjút, vagy esetleg lefotózni őket. Ez már nem létezik. Ez is szörnyű. Igen. Érted? Tehát Cserpes Laura teljesen rendben van, nem titokban ment férjhez, a férje tud róla. igen. Na ez a jó mondat. Így van. Így van. Jó, jövünk vissza nem sokára, és beszéljünk egy nagyon fontos témáról. Itt rengetegen írják azt, hogy pont azon járt az eszem, hogy én, mint könyvelő, bemehetnék tartani egy órát adózás gyerekszemmel címmel. Ez arról szól, hogy egy angol anyuka ad zseppénzt a gyerekeinek, de egyből el is vesz lakbére, kajára, stb. Ezen sokan felháborodnak, hogy azt mondja, nem, én megtanítom őket az életre olyan dolgokra,
amikkel majd szembesülnek, de az iskola nem tanítja meg őket. És mi ezeket vesszük most sorra, hogy mi az, amit nem tanít meg nekünk az iskola, pedig meg kéne. És ezek nem csak pénzügyi dolgok nem, egyébként. Abszolút nem. Tehát, hogy nőként, férfiként az életben helytállni, egy csomó dolgot kéne tudnunk. 7 óra 13 perc van, jó reggelt, szevasztok drága hallgatók, hello Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. Gyuri, szia. Jó reggelt, sziasztok. És Anett, jó reggelt neked jó is. Jó reggelt, sziasztok. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, a sztori felvezetéssel, vagy már egyből az SMS-ekkel, amelyek előre jöttek, pedig még nem is beszéltünk meg a témát. Először nézzük meg, hogy honnan indult ez az egész gondolatsor, mert ugye onnan indult már erről régen, mi is beszéltünk, hogy gyereknek házi munkáért adjunk-e pénzt, vagy sem. Igen, jót tesz ez a motivációnak, vagy a gyereknek az a dolga egyébként, hogy a családi életben így vegyen részt. Így van, én egyébként annak voltam és vagyok a híve, hogy igenis, hogyha dolgozik, akkor adjunk pénzt a gyereknek, ha persze, ha megtehetjük, adjunk pénzt a gyereknek, mert így tanulja azt meg, hogy a munkáért pénz jár, és azt neki be kell osztani, és akkor én nem mehetünk tovább. De itt van egy anyuka, egy brit anyuka, aki most a zseppénzről lévén szó, ő teljesen másképp tanítja meg a gazdaságtanra a gyermekeit, ő ad a gyerekeinek hetente 5-5 font zseppénzt. Uh-huh. De rögtön vissza is kér, abból az 5 fontból 1 fontot rezsire, 1 fontot lakbérre, és 1 fontot élelemre. Ez igen. Kemény az élet, fiam. Akkor az 5-ből 3-ot most vissza. Jó, hogy genyázik. Tehát nem azt mondja, hogy 2 font a zseppénzed, és akkor 2 font a zseppénze, hanem odaadok 5-öt, és visszaveszek. Jó egyébként, hogy még azt nem játszott el velük, hogy vettetek fel hitelt, mert akkor még egy másfelet még visszakérne. Lehet még hitelt is játszani családon belül. Tehát azért... Hát meg még bemondhatná azt is, hogy ja, egyébként ez bruttó 5 font. Tehát először leadózod, akkor lesz belőle 3,80, és még 3-at elveszek. De egyébként pont ezért csinálja ezt, hogy a gyerekeit valamire megtanítsa. Ő azt mondja, hogy felnőttként így majd legalább tudatosabban bánnak a pénzzel, ugyanis az iskolában erre senki nem tanítja meg a gyerekeket, és mennyire igaza van. És aztán persze nyilván a kommentelőktől kapott ilyet, olyat, volt akinek nagyon tetszett, volt aki azt, hogy ez egy sárkány, aki ellopja a kicsik gyerekkorát. Tehát volt itt minden, de az biztos, hogy abban igaza van, hogy az iskola sok mindenre felkészít bennünket, de az életre egy picit sem. Ugye? Ez, abszolút. Ezzel mindenki egyetért? Hát figyelj, az iskola ad egy alaptudást, egy tárgyi tudást, hogy nagyjából ismerd a világot, hogy mit csinálnak, nem tudom, az atomok, mi volt az irodalomban, mi volt régen a történelemben, aztán utána elígyél ki az életbe. Az, hogy kell élni ennek a gyakorlati oldalát, bizony. Meg egy csomó olyan dolgot, ami nagyobb buktató az életben, mint hogy keringenek az atomok, arról semmit nem mond. Így van. Ti például tudtátok-e iskolás korotokban, hogy honnan lesz pénzetek? Azt láttátok, hogy apának, anyának van, már mennyi. Azt gondoltuk, ők szerencsések, van pénzük. Én egyet tudtam, hogy ők dolgoznak, bár is legyen, minden szülő dolgozik, és a dolgozásért kapnak pénzt. Igen. De nekem is van. Így nekem is van, de hogy az most az egyik munka többet ér, mint a másik munka, ezt én már nem tudtam. Az, hogy ez a pénz, ez véges tud lenni a hó végén, ezt nem tudtam. Aha. Most, azon gondolkodom, hogy mit tudja, anyám, amikor beszélt a főnökéről, akkor azért gondoltam, én például ezt gondoltam, hogy hát akkor itt valószínűleg pénzbeli különbségek is lehetnek. Tényleg? Tehát az már úgy valamennyire látszik. Nekem is fel sem erült, mert persze attól függ, hogy hány éves korunkra gondolunk. Gyerekek, számotokra mikor derült ki az, hogy az iskolában egy csomó felesleges dolgot tanítottak? Az életetek melyik fázisában? Általános másodikban szerintem. Általános felső tagozat. Igen, ilyen 5. körül. Nekem... Egyébként inkább a felső, tényleg, mert azért még amikor az írás, olvasás, számolás, akkor még azt nem... Az én naívabb voltam ennél. Na. Én biztos, hogy általánosban nem. Tehát az, hogy gyűlöltem, meg utáltam bizonyos tantárgyakat, az oké. Okay. De az, hogy azzal szembesüljek, hogy az életben erre soha a büdös életben nem lesz még egyszer szükségem, sőt nem tud olyan helyzet lenni, ahol most mit tudom én, mit mondtál, gúla alapterületét ki kell, hogy számoljuk, ha csak nem leszek mérnök, de azt viszonylag hamar lehet tudni, nem leszek mérnök, se kémikus. Már ott a gúlánál. És azt, hogy nem tudom, Radnóti Miklós vagy Arany Jánosnak a születési dátumát nem tudom pontosan, hogy erre nem lesz szükségem. Én azt hittem, hogy igenis szükségem lesz, hogy mit tudom én, lehet, hogy majd utazom Ausztriába, és a határőr úgy enged be, hogy mondjam Arany János születési napját, és hogyha tudom, akkor beenged, hanem akkor nem. Igen, az osztrák határ pinkódja. És képzeld el, ha csak Arany János születési dátumát tudod, a gulát meg pont nem. És a gulát nem tudom, és visszafordít, és mehetek Szlovéniába. De ugye, hogy nincs az az életszerű helyzet, amikor ezekre a dolgokra szükséged van. És ilyenkor merül az fel, hogy milyen gyakorlati dolgokat tanítottak nekünk.
Hát azért nekünk főleg a technika órán, tehát nagyon sok mindent megtanultunk, például technika mi órán. Igen. Külön szedték nálunk általánosban a lányokat és az a fiúkat. Mindenkinél szerintem. Aha. És mi lányok varni tanultunk, akkor néhány praktikát ellestünk a konyhában, meg hát ilyen, végülis azok szerintem tök jó dolgok voltak, mert azt tudtam kamatoztatni később. De hát ez nem igaz. Miért? Melyik részt? Hát ezt meglevest eszel. Lehet, hogy azt tanították székkutason az általánosban, nem tudható. Azt nem hiszem. Szerintem ott hámozták még a répát is, meg minden. Ugye nem volt hámozott de répa. De volt veteményes kertünk, ahol egyébként sárga... Jó, és miért nem tudsz főzni? Vagy akkor másképp kérdezem, mit tudsz főzni? Mert amit ott tanultál. Például rakott krumplit tudok készíteni, akkor palacsintát tudok sütni, levest is főzni, de mondjuk... sok mindent tudok, csak egyedül voltam, nem csináltam. Tehát meg tudod ezeket csinálni, csak ellenének az osztálytársaid is hozzá. Hát legfőképpen a tanítónéni. De arra ugye én csak abba a tanterembe tudok főzni. Ami egy tök jó dolog, nem tudom ez ma van-e, de egy tök jó dolog, hogy például a lányokat megtanítják a főzés alapjaira és a házi munkák alapjaira. Igen, de ugye ez nálunk is, mikor én általános iskolás voltam, is külön volt ugyanígy választva, és mint technika órán, mit tudom, farigcsáltunk fából ilyen hajókat, meg ilyen mindenféle ilyen műszaki cikkeket, mint egy villanyszerelő, amihez fogalmam se volt. Ezzel így de miért, te mit csináltam? Az már valami, hogy villanyszerelői munkát végeztettek veletek az iskolában. Hát nekünk mit kellett? Egy faddarabot ide adtak, meg egy ráspolyt, szóval ebből csinálják kulcstartót. Hát nagyon hasznos tudás, tehát hogy a fém az viszi a fát. Nekem még rosszabb volt. Nekem nem is mondták, tehát nem használati tárgyat készítettünk, hanem ott van egy vas, és az görbics 90 fokban. És akkor ütötted, verted egy satúba befogva, ez 90 fok, akkor Gyuri bácsi visszadobta, hogy ez szar, bocskor. És akkor gondoltam, hogy jó, oké, nekem ezt nagyon jól kell tudnom az életben, biztos nagyon sok sarokvasat fogok ütni. Jó, Gyuri bácsi, ilyen nagy arcunk van, jó, hajlítgatom mi. Igen, és na de gyerekek, ha már gyakorlati, akkor miért nem tanítanak tényleg olyat a suliban, ami... bármikor szükség. Tehát például, amikor a WC tartályban ott elakad az úszó, akkor azt hogy kell kiszabadítani? Miért nem raknak ki akkor 31 WC tartályt az osztályba, és akkor nézzük meg? Milyen igaz? Vagy teljesen igazad van. Egyszerűen a villanykörtét hogy kell kicserélni, hogy előtte hogy áramtalanítsál a lakásban, vagy ilyes pontosan. Hogy ezek mennyire hasznos dolgok lennének, és ugyanúgy beleférnének a technikába. Vagy a legnagyobb, minden családot megosztó ilyen kézügyességi dolog. A bútor összeszerelés. Igen. Mi lenne, hogyha elmennének egyszer, mit tudom én, ilyen IKEA-s fiúk az iskolákba, hoznának el lapra szereltet, és azt kell összeszerelni, tehát minden férfi megszenved ezzel, vagy minden nő. Tökéletes technika óra. Tehát teljesen oda passzolnak. De miért nem, Gyuri? Akkor miért nem csinálunk gyakorlati dolgokat az iskolákban? De most, ahogy Anett mondta, így felnőtt fejjel azt gondolom, hogy annak is hasznát vettem volna, ha egy-két főzési alapot megtanítanak a fiúknak is. Tehát, hogy... Igen, tökre. Hát itt vagy te szingli gyerek, és még mindig a rántottádról mesélsz regéket. És azt is magam tanultam, nem tanítottak meg rá, hanem autodidakta módon. És itt könyörögtök sírva nekem, hogy áruljam el a kínai sült rizs meg a chili con carne receptjét, mert azt meg akarjátok csinálni. Kicsoda. Igen. Itt a picsogó film. Nem te. Ki akarja megcsinálni? Nem te, nincs félreértés. Neked az bonyolult. Nem is kérdezem. Igen, mert nem tanították meg a suliban. Igen, ez hasznos lett volna baromira pedig, és azzal egy életre ellettünk volna. Igen. Na jó. Egyébként te hanyas voltál konyhában, csak úgy érdekel? Ötös. De, hogy voltál? Nem úgy ért, hogy a sorban. Na, gyerekek, akkor mi lenne, hogyha mondjuk megtanítanák nekünk azt, hogy amit itt az anyuka próbál, hogy a fizetésedből mi mindent kell fedezni havonta? Hát igen. Mert egy fizetés az nagyon jól hangzik, hogy akkor ennyi lesz a nettód. A nettód már eleve ez, hogy nettó bruttó, hogy jön ki. Gyertek, belegondolok, hogy ezt feldobtad, hány ember él úgy, folyamatosan, felnőtt fejjel is, hogy nem tud kijönni a saját fizetéséből. Tehát a végén mindig az van, hogy vajas kenyeret eszik, vagy valamire már nem jut, vagy nem tudja kifizetni. Vagy kölcsönkér. Pontosan megint az a tudás, amire mindenkinek szüksége lenne. Most nem fogod elhinni Robi SMS-ét, de ő erről ír azt, hogy azok a mocskos anyagiak 70 ezer adótartozásból, 70 ezer, 10 év után szabadultam. Igaz, 12 milla lett belőle, amiből végül 8-at fizettem ki. Hogy miért ennyi időt kellett hozzá? Mert nem foglalkoztam vele, amikor kiváltottam a vállalkozói engedélyt, senki nem mondta el, hogy a számlázott összegből adót is kell fizetni. Azt a... Az alapműveltség része kellene, hogy legyen a pénzkezelése. És
De és ezt elhiszem, ezt a sztorit, és én is emlékszem arra, hogy amikor először valahogy rákényszerítettek arra, hogy a BT-t kell azért, és akkor azon keresztül számlázom, én az, hogy abból adót kéne fizetni, eszembe nem jutott. Ezt nem tanítják az iskolában. Nem tanítják az iskolában, hogyha megkeresel 500 ezer forintot, akkor mekkora albérletet érdemes kivenni, hogy az a fizetésed hány százaléka legyen, az adózásról, és hogy egyébként mibe kerül a fenntartás. És ezért vannak azok, akik leasingelnek a szar fizetésükből egy BMW-t, de anyánál laknák a lakótelepen, és a gyerekszobájukban még mindig a Jason Statham poszter alatt alszanak. Pontosan. Ezek azok. Ezek azok, igen, de én arra is emlékszem, tehát, hogy én egy adóbevallást nem tudtam. Én mindig fizettem a könyvelőnek, csinálja meg az adóbevallást. Azt amikor... ma se tudja. Én sem tudok. Igen. Ez az. Nem tudsz valamit fizetsz ért, hogy valaki megcsinálja. Igen. És egyébként negyed óra alatt meg tudnád csinálni. Mindig ezt mondta az összes könyvelő, hogy negyed óra az egész. Oké, nem. Így van. És akkor folytathatnánk ezt a nagyon nagy erdős részt például a hitelfelvétellel. Tehát egy kicsit tisztába tenni, hogy mit, mennyit, hogyan, merre, milyen fizetésre, mekkorát. Ha egy picit szkeptikusabbak lettek volna azok a hitelfelvevők, akik ugye ezt a svájci frank hitelt felvették. Ha egy picit tanultak, nem, vagy oktatták volna őket a suliban, hogy azért nem olyan biztos az az árfolyam, hogy az mindig úgy marad. Bizony, igen. Az, hogy milyen, mekkora összegű hitelt tudsz felvenni, mert a bank mond valamit, hogy aha, ehhez a fizetéshez ennyit adok. Nem kell menni a falig. Például. Gyuri, a csekkekről szeretnél volna beszélni. Igen, nekem régóta. Nekem ez mindig, amikor én elkezdtem a felnőtt életemet, akkor azon gondolkodtam, hogy ezt miért nem tanította meg nekem senki, hogy hogy kell. Tök macerás volt. De hogy kell? El kell vinni a postára, nem? Hát oké, de ez a megnézed, de hova, tudod, meg volt még, amikor rá kellett írni, hogy hova akarod, meg mit tudom én nézni, és akkor az egésznek ilyen se füle, se farka nem volt. És például mennyire egyszerű lenne úgy kiengedni az általánosból a gyerekeket, hogy legalább egy ilyennel már el tudja az anya küldeni őket a postára, hogy mennyi, és ezt intézd el. És akkor most csak az anyagiakról beszéltünk, de hát mennyi, én például most még az anyagiak, tőzsdézés alapjai, én annyira szívesen követném a részvényeket, ha most gimnazista lennék, és mit tudom, hogy megteszem, és megindoklom. Elmondanának gazdasági vagy politikai összefüggéseket arra, hogy most miért Nike ízét vegyek, vagy nem tudom, Apple részvényt. Igen. Érted? Hogy az egészet értsem, és megnézzük aztán jövő kedden, hogy bejött-e az, amikor én befektettem az Adidasba. Tőzsde cápa óra. Tőzsde cápa óra. Nagyon hát jó. Mondjuk pontosan. Néhány kémiát fel is lehetne váltani egy ilyen órával. Abszolút, kémia kuka, fizika kuka, amire már nincs szükséged, kuka. Rajzóra, kuka. Kuka. Hát az otthon is tudsz. Így van. Nem, és akkor most tényleg, mondok valamit, párkapcsolatok. Ó. Felvilágosítás. Te mit tanultál felvilágosítás órán? Hát bejött egy ilyen őszhalántékú úr, egy ingben. Elővette? Nem, hál' Istennek, nem. Jó, de jó, hogy őszt küldtek. Többen voltunk, nem mertek ilyet csinálni. És akkor elmagyarázta azt, hogy jaj, ilyet aztán azért nem szabad, mert, meg hogyan, és egy tiszta riogatás volt az egész. Persze legyintettünk rá, mert ez is későn volt amúgy. Jó, és egyébként azt megtaláltuk, hogy vagy megtanultuk elnézést, hogy ismerkedjünk? Dehogyis. Hát semmit nem mondtak erről. Hát Gyuri, te, hogyha csajozni akarsz, elmondta neked egy jó iskola stylist, hogy mit vegyél föl aznap? Dehogyis. Mi legyen, mi van? A dumámat iskola sem stylist mondta el, hogy milyen dumával lehet így jól van közelíteni. Hogy vagyok illedelmes, ezt sem mondták el. Így van, legyél illedelmes, és ne paraszt. Pontosan, Anett, nálatok? Nálunk se volt ilyen, pedig jó lett volna, hogyha néhány taktikát adnak, vagy praktikát, hogy beszéljek mondjuk a fiúkkal, mert lehet, hogy akkor nem futcsol be annyi kapcsolatom. Igen. Pontosan. Neked elmondták, hogyha már túl vagy az egészen, összeszedsz valami bajt, akkor abból hogyan mászál ki? Nem, milyen, hát a krémeket elmagyarázták volna, érted? Igen. Hogy ezeket tudod recept nélkül beszerezni, ez erre jó, arra jó, arra jó, megmutatják a kiütéseket, és mármint nem úgy, hogy az őszalánték. Igen. Így van, és akkor azt fölírom, hogy akkor kanesztem, meg társai, meg mit tudok egy párat. Ez mindig legyen otthon. De egyébként milyen de hát ez mennyire jó lett volna, és bizony, akkor ott nem viszket végig az építőtábor. Most ne röhögjetek! Így ez nem vicces. Egyáltalán nem vicces, de hát mondjuk jó lett volna. Nem tudom, meddig volt szőrzeted, de volt-e tetves valaha? Anett, ez neked szól? Tudom. Nem tudod, jó, akkor másképp kérdezem. Nem volt a hajam se tetves. Ha tetves lennél, de ott, igen, tudnád, hogy melyik szert vásárold meg? Dehogy tudnám. Nem, oda kéne kínosan menni a patikushoz, persze, és mondani, hogy tetves vagyok itt. Igen, és... Micsoda tanórák lennének ezek. De hát azt sem mondták meg, hogy egyébként hogy legyél csinos, tehát, hogy olyan furán öltöztünk mi diákként, tehát, hogy egy jó smink, egy jó hajfestés, egy körömfestés, mindenre megtaníthattak volna bennünket. Hát de nektek kellett volna még egy külön szekció, a tényleg, amikor már ilyen szakkörre jársz, a Gold Digger szekció. Hogy tudsz úgy, nem viccelek,
hogy tudsz úgy kinézni, előadni magad és bevágódni valakinél, hogy aztán ő eltartson? Igen, kellett volna. Hát mivel, hogy ez manapság egy működő biznisz. Hát manapság így van, csak olyan tétovák. Nekünk meg egy olyan szekció, hogy tudjuk kivédeni a koranetté közeledését a másik oldalról. És akkor lehetett volna, tudod, ilyen éles gyakorlat is. Ez abszolút, hogy bennünket kiképeznek Goldiger szűrésbe, benneteket Goldigerségbe, és egyszer csak így összehoznak, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, szerepjátékok. Igen, és hát ebből lett volna az osztályzat év végén. Igen. Vagy annyira, hogy most mondják, hogy jaj, ne vásárolj, 18 év, tükrös nemzeti dohánybolt, meg alkohol, meg mit tudom én. Halló! Hát nem így kell riogatni, hanem csinálni például alkoholórát. Igen. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mik a határaink. Nekem a legnagyobb izgalmam, hogy a tinédzser társadalom azt mondja, hogy mindenki úgy is találkozik alkoholral. Hogy nem ismeri a határait, és túllövi. Hát egyszer csak tényleg egy ilyen jó, nem tudom melyik volt a legalkalmasabb nálatok az iskolában tanár, aki a testnevelő, igen, ez testnevelés. Igen, például az egyik testnevelő tanárnő nagyon jó fej volt. Testnevelő. Na és akkor leülni a különböző viszkikkel, borokkal, sörökkel, és nézzük ki, mit bír. És akkor ott tanult meg az órán a tanár felügyelete alatt, és ne kinn az utcán. Hát igen, ez jó lett volna. Mondjuk a mi tesi tanárunk felkészülve jött az órára. Mert gondolok, én is a féltanári karra rábíztam volna ezt a bizniszt. Szóval teljesen igazad van, mert teljesen. Csak a szülőknek előre írni, hogy ma bódultan jön haza a gyermekük, de legalább megtanuljuk, hogy mi a határ. És hogyha mit tudom, gusztika okád, akkor egyrészt kiröhögjük, másrészt tudjuk, hogy azt a negyedik zsegdeni ezt nem isszuk már meg. Igen. Simán a suliban a testnevelő tanár felügyelete alatt. Igen. Ennyi. Vagy bejön két karton cigivel, ledobja az asztalra, nagy gyerekek, megnézzük, hogy ki mit bír. Így van. Vagy megnézzük a Ginát. Áthívjuk a lányokat, hogy na, hogy néz ki a Gina. És akkor látjuk, hogy ott tehetetlen az Anett, és akkor ott húzzuk föl alá a padlón, de hát nem bántjuk, hanem tanulunk, okulunk belőle, hogy kint az életben mi történhet vele. Mondjuk lehet, hogy ez már nehezen fér bele a kerettantervbe. Tehát eddig még frankó vagy. Miért? Hát, nem, nem tudom. Nem tudom, ez már aggályos szerintem egy kicsit. Hát, de nem érted megóvni, hogy a kint a városban majd bántsák őt. Abszolút értem. Elrettentő példa. Na de gyerekek, akkor most mit tanul? Az a kémia. Az a kémiát, igazi vegyészet, szintiszta. De ezt a kémiát kell ismerni, és nem azt, hogy mondd még egyszer, nátrium mi? Klorid mondjuk, vagy hogy az a magnézium a vizen. De abban megint csak teljesen igazad van, hogy a tinédzserek bemennek teljes zöldfülükként az éjszakába, és fogalmuk sincs arra, hogy milyen veszélyek leselkednek. Abszolút. El semmit. Abszolút. Jó, tudom, hogy ez most keményen hangzott. Hát ez durva volt. Nem. De gondolj bele, hogy mennyi igazság volt benne. Nagyon sok. Hogy az életre mennyire felkészülhettünk volna, hogyha ezeket legalább nyomaiban megtanuljuk. Igen. Hát na most elgondolkodtattam mindenkit. Igen. Köszönjük neked. Nem ez a világ. Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy azt meséljétek el, melyik volt az életed nagy kudarca, amit elkerülhettél volna, ha az iskolában erre felkészítenek. Vagy... 38 lesz 2 perc múlva. A gyerekek, most nagyon sok SMS jön, de nagyon érdekesek. Na. Úgy látszik, ez a téma ez mindenkit foglalkoztatott. Saját szemszögéből írja mindenki, de tényleg baromi érdekesek. Na. Szerintem a matematikát nem kéne agyon oktatni, nagy részét sohasem használtam, pedig már 55 éves vagyok. Tanulhatnának helyette a gyerekek például véleményezni, esetleg saját kezűleg élelmiszert előállítani, például sajtot, de lehetne oktatni hivatalos levelek értelmezését is. Húha, bizony. Indiana nagyon üzeni ezt nekünk. Mennyi okos gondolat. És teszem hozzá, például a mateknál egy csomószor előkerül, amikor otthon megcsinálsz valamit méretre kell, nem tudom, igaz, gyakorlaton keresztül tanítani. Tehát, hogy neked, hogy ott azt égben oda be tud vágni, akkor hogy kell kimérni a lécen a szöget? Velem ugyanígy volt. Tehát nekem sincs ilyen, hogy hú, a gula alapterületét hogy tudom kiszámolni, de elkezdtem a logika mentén, abból az alap matematikai tudásban, a logika mentén elkezdtem ezt kilogikázni, és stimmelt, és meg tudtam csinálni, és amikor gyereket tanítottam, illetve hát ugye házi feladatban segítettem neki, akkor is szemléltető eszközökkel, súlyokkal, cukor, ennyi cukor, annyi át a mérlegre, stb. A pluszt, a mínuszt, a ilyen-olyan gyarapodást, és megértettem én is először is, és meg tudtam értetni. De ennyi? De egyébként ez egy baromi érdekes kérdés, amire most itt rámentél, hogy az, hogy a gulát nem tudod, nem jegyeztem meg, de az a képesség, hogy te akárhány évesen az életedben neked ott valamit ki kell számolni, ki tudod következtetni. Igen. Az a font, az is fontos. De azért a másik része ennek az SMS-nek, hogy például a kommunikáció oktatása az iskolában, vagy érvelni tanítani, vagy egyszerűen csak összetett mondatokban gondolatokat megfogalmazni emberek előtt, hát ez, ha belegondolsz, hol jön el, és milyen formában az iskolai képzésben? Érvelni és ellenérvelni. Ez például az én gyermekem tanulja.
Aha. Tehát hogy az osztály fele azt mondja, hogy itt van ez a téma, uh-huh. és az egyik felének mellette kell érvelni, a másik felének ellene kell érvelni. És véleményeket ütköztetni. Tanítanak itthon ilyet? Hát, nem hiszem. Itt de... valaki azt írja, hogy a iskola, mint olyan a legmegrázóbb élmény, ha nem sikerül, akkor vége mindennek felfogásban való tanítás. Röviden kifejtve, hány meg hány olyan alkalom volt, mikor azt hallod a tanárodtól, hogy ha ezt nem teljesíted így, akkor nem sikerül majd az. Ha ezt nem tanulod meg kívülről, amúgy egyébként egy tök felesleges dolgot, akkor maximum utcaseprő lesz belőle. Hát, pontosan. Ha nem sikerül az érettségi színötösre, akkor indulhatsz is vasgolyóval a lábadon a Dunának, holott nem. Az élet messze nem ennyire végletekben működő valami. A legnagyobb tanulság nekem az iskola után, hogy jóval több mindennek van több lehetséges kimenetele, mint ahogy azt a nagybetűs élettel való ijesztgetéskor közölték velünk. Ez mennyire jogos. Ez jó, milyen? Azt mondom, hogy nagyon jó SMS-ek jöttek. Már a szorongást, a teljesítménykényszert, meg a mentális problémák egy részét már itt az iskolában táplálják az emberekbe. És aztán ez veled marad egész életedben. Így van. Fiam vállalkozó írja, hosszan saját bevallása szerint egy sárga csekk kitöltését a postán egy nyugdíjas nénitől leste le. Ó, vállalkozóként? Igen. De nem tudta, hogy hogy mondom, kell. Mondom, tényleg van ez. Gyerekként arra gondoltam, hogy fogok keresni havi 400 ezret. És 5 hónap alatt tudok venni egy 2 millás autót. Hát messze nem így van. Ez milyen jó. Igen. Gyerekek, ez egy jó téma. Ez most komolyan látom, és most tényleg köszönöm, hogy az értelmesebb SMS írók is itt vannak velünk. Vagy összeszedték magukat a hülyék. Vagy összeszedték magukat a hülyék, igen. De nagyon jókat írtok. Gyerekek saját magatokról, félelmeitekről beszéltek. Igen. A mai fiatalok már minden megcsinált, ha másképp nem az internet segítségével, Feri. Feri, ez részben igaz. Azt hiszem, hogy azokat a témákat, amiket mi említettünk, azt nem csinálja meg a fiatal az internet segítségével. Mert itt most nem gúla számításról van szó, hanem pontosan az életnek ezek a praktikus dolgai. Uh-huh. És nem tanulod meg, hogy hogy bánja pénzeddel, nem tanulod meg, hogy hogy kell szerződést kötni. Sok mindent lehet tanácsot kapni ezt, azt, amaz az internetről, de azért ezeket nem. Én technikumban tanítok, az osztályommal detoxba, BV intézetben megyünk, elrettentő példának. Szerintem ezt tök jól teszitek, és értem, hogy te ezt arra írtad, hogy most ne a testnevelő tanár igyon meg viszkit, sört, bort a gyerekekkel, hogy nézzék a határaikat, hanem lássák, hogy a detoxban hogy néznek ki azok, akik. Tehát nyilván ez egy jó dolog, de ugye te is tudod, mint tanár, hogy a gyerek úgyis ki fogja próbálni, és úgyis elmegy a határáig, annak ellenére, hogy ti mondtátok, hogy detoxban voltál, és BV-ben voltál vele. Tök jó, de az élet... nem ez fogja az irányt megmutatni. Igen, jó lenne egy picit erről a csak és kizárólag riogatással oktatok vonalról elmozdulni. Igen. Mert így van a felvilágosítással is, csak riogatnak, levetítenek egy olyan filmet, ami után rémeket álmodsz mindenféle betegségről. És aztán ez a másik irány. Hogy gyorsan riasszuk meg az embert, és akkor majd nem nyúl hozzá, de akkor is fog. Hát a mi társadalunk eleve ezen az alapon működik, hogy féljünk. Riasztanak, félelmet keltenek. Szia főni, tanítani kellene. Na, ez milyen jó. Munkajogot. Legalább annyit, hogy a munkaszerződésnél mire figyelj oda. Azt a mindenit. Gyerekek, zseniális. András írta. Aztán, amikről beszéltek, mind a szülők feladata. Egy tanár. Imádlak titeket. Ezt többen írták, hogy és akkor mi marad a szülőnek. Csak egyet ne felejtsetek el, hogy a szülők minősége minden országban nálunk is nagyon random. Egy tanár legalább valamilyen képzésen ment, valamilyen intellektuális szinten rendelkezik, valami. Tehát a tanár már egy ilyen szűkebb minőség, a szülő az lehet tényleg a férc munkától a csiszolt gyémántig minőségű, érted? Tehát a gyerek... Igen, a tanár a profi nevelő, így van. A szülő pedig a hobbista tulajdonképpen, ha így nézzük. Hát így van, tehát most nem akarok nyilván senki sem bántani, de hát tényleg egy totál agyhalott szülő mit tanít az életről a gyerekének? Semmit. De tényleg semmit. Az iskola lesz az, vagy lehetne az, aki a gyereket egy szinten feljebb emeli, mint amit a szülőtől kap. Igen. De a csiszolt gyémántnál is ugyanígy igaz lehet, mert ő abban csiszolt gyémánt egyébként, amit ő csinál. Igen. Akkor mindent az iskola tanítson meg, a családnak nincs ilyen szerepe? A szülő nem taníthat semmit a gyerekeinek? Dehogy nem. Ezt most ezzel nagyjából megválaszoltuk, hogy mit gondolunk erről. De jó lenne, hogyha így lenne. Gyereknevelés, hogy tanítsanak gyereknevelést.
egy hisztivel mit kezdjen a szülő és ilyenek. Erre nem tanít senki, nem mutatja meg senki. Teljesen egyetértek veletek, ezek szerintem is fontosabbak, mint a himnusz vagy a kémia. Arra nem lesz szükség munka közben. Meg azt kellene megtanítani, hogy itt, hol, hogyan találja meg az ember, ezt nem tudom kit, Jóka témák Kati orvosházáról. Van még. Sziasztok, a lányoknak például megtaníthatnák, mit tegyenek, ha követik, zaklatják őket. Vagy mi a kiút családon belüli verbális vagy fizikai bántalmazásból? Nőként ezt tartom a legfontosabbnak, macska. Mennyire jó. Andi üzeni nekünk. Szívesen tanultam volna a nők jogairól. Például nem kötelező évekig benragadni egy bántalmazó kapcsolatban. Igen. Hát ez milyen tanulságos volt ez a téma. Igen. Wow. Na. Köszönöm, ez most egy nagy együttműködés volt a hallgatókkal. Igen, és én tényleg még pont az volt, amit csomó mindenre gondoltunk, és még csak a mi gondolkodásunkat is tágították ezek az SMS-ek. Indul a Hungary Machine. Kémia oktatás nélkül olyan alapvető dolgok nem lehetnének, mint gyógyszerek, tisztítószerek, műanyagok, festéket. Ezért mondom, hogy különböző intelligenciájú szülők vannak, tehát, hogy nem azt mondtuk, hogy ne tanítsanak kémiát, azt, hogy azt a gyerek úgyis el tudja idejében dönteni, hogy kémikus akar-e lenni, Anna azt tanulja. Ő tanulja. De a többinek ne kelljen tanulni, aki egyébként teljesen más irányba megy. Na mindegy. Nehéz ez, igen, ez felfogni ezt a dolgot, amit mi előadtunk. Tudom. Én tanár voltam, üzenik egyébként. Én tanár voltam, de teljesen igazatok van azokban, amikről beszéltek. Mivel a gyerekek júniusra már teljesen elfáradnak, már nem kéne tankönyvi ismeretekre tanítani őket. Ezért még egy hónapig ezekre az ismeretre kellene őket tanítani számonkérés nélkül. Így a hosszabb tanév nekik sem lenne olyan fárasztó és üres járat, mint most. A szülőknek is jobb lenne, a gyerekeknek meg hasznos. Jó, hogy erről beszéltek, teljesen igazatok van, Ani. Na, jó megközelítés. Nagyon érdekes, igen. Egy picit kitolni ezekkel a gyakorlati dolgokkal, és a szülőknek is egy könnyebb időszak lenne a nyár igazából. Hülyeségeket beszéltek, ez mind a szülők feladata, felkiáltójel. Na látod, ezt mondtam, hogy mennyi, hányféle minőségű szülő van. Tehát az, a hülyeséget beszélsz, fiam, szülő vagy te, sajnálom a gyereket. Tehát, hogy nem így kommunikálunk. Nem így kommunikálunk. Nem tud a szülő mindent megtanítani. És nyilvánvalóan te már többször leuraltad a gyermekeidet ezzel, hogy hülyeséget beszélsz. Hogy lehet nekünk, érted, nem is ismersz bennünket ilyeneket írni, egyre az előbb megindokoltuk, hogy miért van az, hogy igazából mivel minőségében nagyon-nagyon eltérnek a szülők, mint tudjuk, ezért nem lehet mindent a szülőkre bízni, mert akkor a gyerek az együgyű szülőtől semmit nem fog tanulni. Igen. Jó, jó reggel, hányszor aludtam az MTA parkolójában, hogy a lányom ne kóricáljon részegen a városban. Ittunk hányásig, csak hogy ésszel fogyasszon alkoholt. Elég neki egy-két pupos rövid. Azaz nagyjából sikerült. Szép napot, Robi. Nagyjából. Igen, és akkor ilyenkor azt mondják, hogy kiskorú alkohol, mit tudom én, nyilván apa feladata, de persze, tehát akkor hány apa mondta azt, hogy ha iszol gyermekem, akkor legalább velem így áll. Mert látod, én látom, mi történik veled, én tudok szólni, hogy most elég. Amikor a kocsmában nem szól neki senki. Persze, sőt. Sőt. De hülyeségeket beszélünk, ugye? Na jó van. Renivel játszunk. Hello Reni, jó reggelt. Jó reggel, sziasztok! Szia, Reni! Te szülő vagy gyermek? Szülő. Szülő vagy, oké. És van valami, egy valamire, amely azt mondod, hogy de jó lenne, hogyha megtanítanák a suliban? A gyereknevelés. A gyereknevelés, ez nagyon érdekes kérdés, igen. Igen. Mennyire igazad van. Igen. Oké, Reni, kezdjük el, itt van a dalszöveg, oké? Mehet? Igen, igen. Fiam, ezt mondta nekem a déd nagyapám, gyere velünk, és felejtsd el az Ajos várost, gyere velem, és még több csodát mesélek neked. Megyünk, és olyanok leszünk, mint két jó barát. Ho-ho. Majdnem szó szerint idézte, igen. Apám mondta, fiam, hogy is van? Nem. Itt, tényleg majdnem szó szerint, 70-es évekből van ez a dal, ha jól emlékszem. Szerintem igen. Mutatom még egyszer. Fiam, ezt mondta nekem a déd nagyapám, gyere velünk, és felejtsd el az Ajos várost, gyere velem, és még több csodát mesélek neked. Megyünk, és olyanok leszünk, mint két jó barát. Na? Semmi. Jó, de annyira itt van a filmbe, de... Igen, hát vagy konkrétan a dal címe kéne, vagy az együttes, ez egy négy tagú együttes volt akkor. Déd nagyapám. Így van. És hadd mondjam, hogy ennek a négy tagú együttesnek
frontembere Ferenc Karesz volt, de nem ő énekelte ezt a dalt. Kivételesen. Amúgy ő énekelt mindig, de ezt a dalt nem ő énekelte. Ferenc nagyon nagy segítség volt. Szerintem is. Jó, hát nem sikerülhet mindig lenni. Sajnálom. Másoknak ez nagyon kézenfekvő, tehát ezt most nem tudtam volna még nyújtani, mert biztos, hogy... De megtartjuk holnapra. Renni, köszönjük szépen. Köszönöm én is. Köszönöm. Szia. Szia. Szegény olyan szomorú lett, de hát most... Igen. Jó, jövünk vissza, gyerekek, és támad a konyha. Gyuriék tegnap felfedezték, hogy a teflon az egy nagyon nagy ellenségünk. Főleg, ha felhevítjük, pedig mi a francot csinálnánk vele, azért van a teflon, hogy hevítsük. Ezért lepődtünk meg mi is, mert állítólag, hogyha felhevítjük, akkor egy bizonyos hőfok után olyan gázok tudnak bele felszabadulni, amit konkrétan megbetegít minket. Már-már teflonláznak hívják igen. ezt, és aztán egy csomó mindent mást találtatok, hogy a konyhában mi van. Műanyagok, hőálló műanyagok, zománcok, szilikon, és mind ez ugye érintkezik a kajával, érintkezik hővel sok esetben, és hát ilyenkor kit hívunk segítségül? Dr. Tóth Tamás obezitológust, hogy halló, Tamás, ezeket megehetjük egyáltalán? Mennyire kamú, mennyire kell ezektől megriadni attól, hogy olvassuk valahol? Így van, hívjuk a doktor urat a hírek után. 8 óra 14 perc van, jó reggelt. Mindenkinek szevasztok, Laci, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anecia. Jó reggelt, sziasztok. Úgy rám néztetek, csináltam valamit? Nem csináltál. Épp az, hogy te néztél úgy vissza ránk, hogy Jézusom, hogy mi van. Feljelentesz bennünket, hogy mi? Nem, csak mindannyian rám néztetek, még Lacika is megfordult, és nem értettem, azt hittem, hogy valamit elállítottam. A lelkiismereted nem jó. Hát soha. Igen, na jó, gyerekek, képzeljétek el, tényleg meglepődtünk mi is, amikor azt olvastuk, hogy lázunk, nem csak bizonyos vírusok miatt lehet, meg nem csak amiatt fájhat a fejünk, hogy a hidegráz bennünket, de állítólag attól is, hogyha túl melegítjük a teflon serpenyőnket. Mindenkinek van teflon serpenyője? Hogy? Rengeteg. Minden este használom, igen. Minden este használod, jó. És hát ugye nyilvánvalóan túlhevítjük, hiszen azért van, hogy alágyújtsunk, és akkor ott valamit süssünk benne, nem? Nem tudom, hogy van olyan, hogy túlhevítem. Tehát gondoltam, a gáztűzhely tud valamit, hát az csak össze van állítva, hangolva vele, hogy mit bír a teflon serpenyő. Igen, ha már azért vesszük, hogy süssünk vele, ugye? Akkor gondoljuk, hogy alkalmas rá. Hát képzeljétek el, hogy a túlságosan magas hőfokra hevített teflon serpenyőből ilyen ultra finom részecskék kerülnek a levegőbe, ez most tényleg most ezzel foglalkoznak, és ennek a belégzése ilyen influenza-szerű tüneteket okozhat. Tehát nyilvánvalóan káros a tüdőre. Tehát nem csak az, hogy a kajába bekerül, hanem már az, ahogy ott... Már ahogy ott párolog, igen. Óriási. Mondjuk én leszoktam önteni olívaolajjal, ne párologjon semmi, hanem minden menjen be az olajba. Igen, én is. Az a biztos. Igen. És akkor érezhetsz ilyen melkasi szorítást, köhögés nyilvánvalóan, és súlyosabb esetben egyébként lázas is lehet, hidegrázás lehet, fejfájás, minden ilyen kialakulhat. És itt olvastuk ezt, és akkor itt minden teflonos nézett egymásra, Anett, tehát meg se érintette a téma. Teljes nyugalommal ültem, szegény fiú. Mondd már, hogy a te teflon edényed amennyiben van. Van. Az elmúlt 5 évben, mondj egy átlag hőmérsékletet, hogy hány Celsiuson volt. Nulla. Sejtetted. Miért ilyen hideg van a lakásban? Ezt nem fogta föl. Nem kell a fogyasztóban párolni. Nem, de hát nyilván az én teflon, nem sűrűn használom. Nyilván van rá példa, hogy előveszem, de hát azért nem. Amikor ilyen potpurit kell belerakni, a vendégek jönnek. Magyaró valaki? Igen. Na, és akkor most elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez most megint csak ilyen riogatás, már annyi ilyen hülyeséget hallottunk, és aztán találtuk egy csomó olyan konyhai eszközt, amiknek elvileg a helytelen használata komoly fertőzéseket, vagy bármilyen más betegséget okozhat, növelheti a rák, vagy az Alzheimer kockázatát, és tudom, amikor már Alzheimeres vagy, akkor már nem gondolsz vissza, hogy melyik edényen rontottad el. Hát még nem is tudod, hát hogyan is gondolhatnál rá vissza, amikor fogalmunk se volt ezekről. Azt hittük, hogy ezek tényleg működő dolgok és ártalmatlanok. Igen. Ja. Na, és gondoltál-e például arra, hogy az alumínium teás kanna, nagyszüleink használtak ilyet, alumínium teás, hogy az például a tea csersav tartalma, az nagyon agresszíven viselkedik az alumíniummal, mint anyaggal, és ez például gondot okozhat. Ezért? Nem, hát a tea egy természetes anyag, most mit kezden azzal a szerencsétlen alumíniummal? Nekem az alumínium mindig gyanús volt, nem bíztam benne, olyan puha anyag, túl könnyű, túl gyorsan forrósodik. Én nem szeretem az alumínium dolgokat. Nekem meg az rémlik, hogy az én nagymamám mindig azt mondta, hogy ki kell önteni a teáskannából, amikor már... Tehát igen, mikor igen, és nem szabad, nem, tehát hogy nem hagyhatod benne, hogy ne álljon ott. Tehát, hogy valószínűleg emiatt volt. Aha.
Mert oldja az alumíniumot. Így van, pontosan. Én az alumínium és a hónaj összefüggését ismerem egyedül, mint káros találkozást. Igen, igen, de neked oda, mert akkor eldugítja, ugye? Ezt igen. Igen. Na, aztán például sérült zománcos edények is veszélyesek lehetnek. A zománcos edény az ugye az a piros fazék, és benne az a, mint hogyha ilyen... Igen. Tudod, az a belül mákos. Az a... Olyan, igen, olyan mákos felület, azt imádtam. És akkor egy picit így odavágta a nagyanyám a falhoz, nem direkt, tehát hogy... Tök dühös volt rá. És akkor ott lepattant róla, igen. Egy pici, de az nem volt baj, az egész vasból volt, vagy miből. Én imádtam azokat az edényeket. Persze, úgy nőttünk fel, hogy ilyenekből lettünk. Pontosan. Tehát, hogy mindenkinek ez villan be, és hát persze láttad, hogy az a bevonata amúgy, tehát most kit zavar, hogy egy kicsit ott kint van a vas. Hát, igen, neked van ilyen edényed még? Mert én a gazdaboltban járok ilyet nézegetni. Szománcos, hogy skanzenben megyek. Nézem az embereket is, a gazdaboltban, meg az edényeket is. Szoktál így köszönni, hogy hínye, mikor belépsz? Hínja! És akkor befogadnak. Nem, hülyének néznek, de... De én így érintkezem. Na mindegy, neked van ilyen? Van, de mondjuk ilyen fazék már nincs, de mondjuk van az a klasszikus, piros, zománcozott tepsi. Hát azt mi rengeteget használjuk, és tudom, hogy az egyik sarkában, pontosan tudom, hogy milyen alakban, ott kilátszik a vas belőle, de most a vastó mi bajom? Azt sem tudom, én nem tudom, most a gyuriék azt gondolták, hogy mindenképpen beszéljünk dr. Tóth Tamással, szegény, remélem ébren van, és nem ezért kelt fel, hogy most megbeszéljük a teflon és a zománc emberi szervezetre ártalmas hatását, de azért beszéljük meg, hogy a konyhában milyen anyagok tudnak a szervezetünkbe kerülni, amik tényleg károsak lehetnek. Itt van velünk dr. Tóth Tamás, obezitológus. Szia Tamás, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, te hallottál-e már előre a teflon influenzáról, vagy ez tényleg egy ilyen, mit tudom én, kiskegyed és hot magazin szintű riogatás? Hát figyeljetek, ezek a ilyen konyhai eszközök, beleértve a favágódeszkát, a teflont, az ománcot, azok időről időre azért felkerülnek, így mondjuk azt, hogy címlapokra, akár orvosilag, akár meg a bulvárba, mert hogy gyanúba keverednek, ezeknek egy része reális, meg megalapozott, egy része meg nem, hát nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor mondták, hogy a teflon az rákot okoz, és... Amennyiben megkaparjuk villával, igen, és akkor az bekerül a szervezetbe. Igen, és megesszük, és persze. Valójában például az nem. Általában a teflonnak az alja alumínium, tehát alumíniumra hordják fel a teflon, de a teflon pont az a lényege, hogy ez rendkívül reakcióképtelen agyag. Azért nem taphat semmi hozzá. És most ez a teflon influenza, ami elterjedt, ez egy nagyon teoretikus, tehát lehet, persze. Csak most úgy csinálják a teflon, egyrészt én elolvastam ezzel kapcsolatban még vagy három cikket, ami arról szólt, hogy amikor ezt valóságban is bevizsgálták, hogy ezek a gázok, ezek a mérgező anyagok, amik az teflon influenzát okozzák, ezek mikor szabadulnak fel, ez 400 fokon 8 percig. Miről beszélünk akkor? 400 igen, fokon 8 percig. Vegyük hozzá, ez extrém raritás az életben, hogy valaki 400 fokon 8 percig hevíti a teflont. Biztos van, de Amikor kérgesíteni kell egy jó T-bone steaket, akkor olyan azt mondják, hogy nagyon fel kell forrósítani a serpenyő, de szerintem az sem lesz 400 fokos. Hát azt is most 2 percig szoktuk, ugye, vagy 3-ig az oldalanként. Na, de van még listánk. Igen? Igen, csak hogy még egyet hadd mondjak, amikor ez elterjedt, akkor a teflongyártók azok azt csinálták, hogy a gyárba feltevítették, ugye, mert ez nem végtelen mennyiségű ilyen gáz van, hanem valamennyi, és már gyártás közben felhevítik 400 fokra, 8 percig, kimegy belőle, és akkor árulják a bódusra. Ezzel az oldalával a teflonnak nagyon nem kell foglalkozni, szerintem. Jó, de azért vannak úgy tudtágok. Foglalkozunk a többiekkel. Alumínium és teáskanna. Ugye a magyarázat az, hogy a csersavot kiol... Igen. Ezzel mi a helyzet? Az alumínium, mondtam én is, hogy nekem ez ilyen gyanús anyag, tudom, hogy honajra ne kenjük, mert az a dezol, ez rákkeltő, mi egymás. Egy másik történet, az alumínium az, hogy el tudom hinni. Az alumínium, azt vegyük úgy, hogy ez ilyen kalambó felesége egy kicsit, hogy senki nem látta még, hogy valami nagy dolgot csinál, de mindenki tart tőle. Én magam is. Félsz. Csináltak egy vizsgálatot, egyébként utána jártak, hogy az Alzheimer volt az, amit az alumínium kapcsolatban nagyon, nagyon összefüggésbe hoztak. Szóval ez azt csinálja az Alzheimert, és mindenki a kukában, ami alumínium. Ennek az lett az eredménye, hogy és az volt a vizsgálat, hogy dialízis és betegeknek
megy be alumínium, mert olyan a rendszer, vagy régebben ment be, most már nem tudom a modelleket, de lehet, hogy még most is. És ez a bekerülő alumínium, ez elvileg ugye azt kéne okozni egy dialízis betegnek, hogy gyakoribb közöttük az Alzheimer. Na ez nem volt így. Tehát ez a része megdőlt, de az, hogy az alumínium, meg a tea, meg benne tartjuk, meg elszíneződik, az én is így érzetre azt mondom, hogy te mondtál, az nem oké. Szóval én nem véletlenül kopott ki az a konyhánkból, nem olyan sok alumíniumot használunk már azért ott. Na, akkor jön a következő. Ezt még nem is mondtuk a felvezetőben, a mázos agyagedény. Állítólag olmot tartalmaz, és hát azt tudjuk, hogy az olom mérgező. Tehát nem tudom, hova menjünk vissza. Igen. Ez úgy van, ezek a mázas anyagegyek, te nem vagy kémikus, nem tudom a pontos részleteket, meg főleg nem vagy fazekas, de van a mázba van ólom, és az, amit rákennek azért, hogy ugye ne a porózus felülettel érintkezzen, az, ha nagyon csili-vili, nagyon szép akar lenni, akkor tesznek ólmot. Utána néztem szaklapba. Belül meg lehet úgy csinálni, hogy ne legyen ólom. De akkor meg ez a... Igen. Nem, tehát belül nincs ólom, csak akkor nem olyan szép csili-vili, nyilván nem is kell annyira annak lenni, de erre a hatóság meg végtel korrektül reagált, a hatóság az definiál olyat, hogy étkezésre alkalmas, meg van olyan, ami mázas edény és dekorációra alkalmas, tehát étkezésre nem. Ezt egy nem tudom, egy hortobágyi kirakodó vásárban valószínűleg nehéz ellenőrizni, de egy boltban lehet. Tehát a boltban olyanokat forgalmazok, ami étkezésre alkalmaz, azaz nincs benne ólom. A többit meg mindenki gondolja magának, hogy most veszednék. Jó, én nem tudom, az ógörögök az amforáikkal, hogy ott micsoda pusztítás, elhalálozás lehetett. Na jó. Lehet, hogy ez a görög kultúrának a vesztett, tehát ezért hát ezért is volt ez az anyagi összeomlásuk az EU-ban. Szerintem igen. Na jó, menjünk tovább. Gyuri nagyon fél, nem az ománcos edényektől, bár arról is beszélhetünk, de ő a műanyag edényektől fél a Gyuri. Mert, ő ugye folyamatosan műanyag edényekben kapja a kajáját. Ha nem kap kaját, akkor lemegy a gyroszoshoz, és ott ez a hőálló, ez a hungarocelles műanyagba szedi össze a kajáját. Ezt be is rakja a mikróba, és most döbbent rá, hogy ezt helytelenül teszi. Ez jogos? Ez abszolút jogos, Gábor, mert ha emlékeztek rám, egy kapcsolatunk hajnalán, nem tudom, nem olyan régen, volt mikroműanyagos beszélgetésünk, és a mikroműanyagok azok viszont sokkal durvábbak, mint amilyennek gondoltuk, szerintem még attól sem, aminek most gondoljuk. A mikroműanyag, meg leginkább a nanoműanyag, ami alig megszámlálható, az pont ilyenekből jön. PET palackokból, meg műanyag villákból, meg műanyag zacskókból, és ha hő éri, ha UV-sugárzás éri, ha koros, tehát már sokszor volt mosogatógépbe, ha savak érik, és itt tart gyakorlatilag bármire, elkezd most fizikailag is porladni, meg kémiailag is porladni. És ezeket a mikroműanyagokat, ezeket mi bevisszük a szervezetbe, és nincs olyan szerv, ahonnan most nem mutatták ki. Tehát bárhol van, tehát attól illik tartani. Nyilván nem tudjuk kiiktatni, de szerintem menjünk vissza a klasszikusok, az amit tudunk, azt tegyük üvegbe. Meg akár nem sérült zománcosba, és akkor jók vagyunk. Én egyébként szoktam olyat csinálni, ez nincs a listánkon, hogy néha bemegyek cipővel is a konyhába, és hogyha kiöntöttem egy kis szörpöt a padlóra, akkor előbb-utóbb ugye az ragacsos, és az aztán így feketévé válik a cipőn koszától. Azt én a mosogató szivacssal szoktam feltörölni, amivel aztán persze elmosok a vágódeszkát is, meg mi, és semmi bajom. Nem tudom, akarsz erről beszélni. Én? Be kell valljak valami gyerekkori élmény? Nem, hogy azt mondják, hogy... Akarok. A mosogató szivacsról eleve mondják, hogy az nagyon, az két naponta cserélni kell, meg minden, de én adok neki rendesen, tehát hogy én oda teszek, és tök igen. Jól vagyok. Igen, Gábor, ez kb. Olyan, hadd mondjak erre egy példát, mintha valaki azt mondta volna, hogy átfutott a gyerekem a piroson az zebrán, semmi baj nem lett. Ja. Ez egyszer megy, vagy kétszer, csak utána előbb-utóbb, ha úgy adódik meg, pont éppen egy fertőzésed indulna, vagy akármi, hát akkor az csúnyoság. Mert eszteri környezetben éljük meg, nem tudom, de azért durva, Gábor. Csak versenyezni akartam, hogy ki él veszélyesebben, a Gyuri a műanyag dolgaival, vagy én ezzel a szivacsal. Nyertél. Laci, igen, én a...
Hát igen, mert ugye a gyerek egyszer-kétszer szalad, de hát ezt megcsináltad már százszor. Persze. Ezt a málna szörpeset. Én viszont itt az ománcot említetted, hogy hát ne feltétlenül abba tegyük. Hát én dolgozom ezzel, tehát a kicsit lepattan ománcos tepsi sütés benne, az baj. Én azt mondtam, hogy tehát nem lepattanva tegyük, mert a ománc az egy ilyen üvegszerű felület. Azzal barátok vagyunk, az ember van. Ha lepattan, akkor már nyilván megsérült, és az már elindít kémiai reakciókat, hát hiszen ott van alatta a vas, vagy az alumínium, vagy bármi. Nem azt mondom, hogy ettől fog kihalni az emberiség, de azt már nem illik használni ezeket a lepattantakat. Abban megvan a maga a kockázat. Jó, Tamás, ha én egy műanyag dobozból veszek elő lisztet, abból csinálok palacsinta tésztát, és azt egy alumínium kanállal kavarom ki, egy teflon sütőben sütöm meg, de közben begyalogolok a málnasörpös foltomra, és a szivacsal letörölt tányérba szedem ki a palacsintát, egyébként szilikon ecsettel olajoztam be. Hány nap múlva mondhatom azt, hogy megúsztam? Orvos vagy neked, ezt tudnod kell. Én nap után szembesülök ilyen esetekkel, úgyhogy a legjobb ember, ezt fordultatok. Szerintem 9, Gábor. 9. Jó. Tamás, nagyon szépen köszönjük. Tanulságos volt, meg vicces is egyébként, amiről beszélgetünk, de tényleg tanultunk belőle. Köszönjük szépen, dr. Tóth Tamás, obezitológus. Szia! Sziasztok! Köszi, szia! Ezzel a palacsinta sütési folyamattal leírtad egy átlag magyar családi ház konyháját, tehát hogy nagyjából így működik. Nehogy azt hitt, hogy nem így csinálom. Tehát szerintem mindenki. Ez 9 nap. A fejemben. Ez... Na mindegy. Palacsinta az ezt számított 9 napon belül, hogyha minden oké, akkor... Jó, de most komolyra fordítjuk, amit ugye a doktor úr is mondott. Tehát itt egy valamitől kell igazán tartani, és ez a mikroműanyagos rész. Igen. A dobozok, azok a hőálló dobozok, stb. A többi az felejthető. Igen. Azt mondta is, hogy azt már bizonyították, hogy az nem. Így van. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy melyik konyhai eszközzel gyűlt meg a baja. Jó? Tehát melyik volt az, ami... Bár fele tudja, hogy bajod volt-e vele. Tehát mondjuk, ami 1000 éves már, ütött kopott, de ragaszkodsz hozzá. Vannak olyan régi, a nagyiknak vannak ezek a késeik, amiknek már alig van az éléből, mert annyiszor élezték. Igen. Annyira tetszett, nem nincs ilyen sem. De a palacsinta sütő. Hát az minél többször égetett ki, annál jobb a palacsinta sütő. És a nagymamák. Az a régi meleg szendvics sütő, tudjátok, az a dobozszerű. Igen. Azt mondják, hogy a mai napig nem lehet olyat csinálni máshol. Abban van valami aroma még pluszban. Igen, lehet az alumínium. Igen, szóval az lehet bármilyen, nem tudom, eszköz, amivel kavarsz, vágsz, reszelsz, nem tudom micsoda, gyúrsz, stb., amit nem vagy hajlandó akármilyen régi megszabadulni tőle. Mesélj el, hogy honnan van az a cucc, mi a története az egésznek, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, mert tényleg, egyébként nekem nincs ilyen, mert egy mozsár is jó lett volna. Ó, igen. Az nekünk van egy szép rész mozsarunk. Igen, ezt amikor mondtam, hogy múltkor is kellene nekem egy mozsár, te mindig elmondtad, hogy nektek van. És most mondtam, mi adjam neked? Nem, nekem nem kell, a mozsár kell, hogy legyen története, ajándékban nem kell. Van története, nem csak a mi családunkban van. Az nem érdekel, az a családi történet. Hát átveheted. Átvehetnéd. 0-20-22-22-122. 39 elmúlt egy perccel, hát azért nagyon helyes régi eszközök gyűltek itt össze, konyhai eszközök. Na. Bocsi, a lefestett képed a nagyinál mindennapos volt, még 51 év után is élek, üzeni Kefirbáról. Ja, ahogy a tapicskolsz, meg mosogatsz, meg nem tudom, és a paracsinta oda kerül, meg letörlöd. Hát ki rohan be a kamráira a másik szivacsért, hogy azt feltöröld. Persze. Húsleves csakis fehér menzás tányérból fehér szedőkanállal. Mert ha nem, minnek halunk. Zoller. Vagy Zoller. Igen, tényleg ilyen fehér szedőkanál volt a menzán. Fehérszerű kanál. Szedőkanál. Ez a leveses merőkanál. Igen. Az is ilyen zománcozott volt tulajdonképpen. Jó, a zománcozott. Igen. Sziasztok, kihúzható mosogató csaptelephez kínai tömlőt vettem. Egy év után is ihatatlan, büdös gumiszagú volt a víz, halálos. Azt nem tudom, hogy elmélyek elő, igen. Sziasztok, déd nagyanyám 15 literes alumínium fazekat használja a mai napig anyukám. Abban föl a legfinomabb húsleves. Aha, igen.
ezek a nagy töltött káposztázások is ilyenekkel történnek. Igen. Istenek, mi az MDK-s meleg szendvics sütőt nem tudjuk nélkülözni. Ma is abban készült a reggeli. Férjem vásárolt egy új hullámosat az egyik nagy műszaki áruházban. Nos, a kis testvér a kanyarban sincs a nagy előthöz képest. Szép napot. De, igen, amiről nekünk van. Igen. De itt van, és semmit nem csinálunk vele. Hát, Laci, valamelyik reggel csinálhatnál. Mit? Meleg szendvicset benne. Ja, jó. Oké. Okay. Lacika megoldotta. Meg. Ezt is. Ez jó. Sziasztok, feleségemnek létrehoztam sok pénzért a Tupper vagy Tupper mennyországot. Tudjátok, Tupperware, Tupperware, Tupperware mennyországot. Tehát sok pénzért. Van műanyag kacsasütője is. Jól értem, hogy mind-mind veszélyes? Na, Gyuri, erre válaszolj. Hát, mert rengeteg pénzt adott ki a férj azért. Hogy doktor Tóth mondta, nem vagyok fazekas, mondja, én se. Fogalmam sincs. Hát ez műanyag. Hát ez mind műanyag. Ha azt mondják, hogy műanyag, és hogy ebben melegítesz, tehát hogyha a hő ér, mint ha az a mikroműanyag probléma, ugyanúgy fennáll. Igen. Sziasztok, zománcozott edény, amit anyum használt, és égette le benne a káposztás tésztát. Annál nem is volt jobb, mint abból kikaparni az égett részt. Már csorba, meg kopott, de soha nem adom ki a kezemből. Zöldséges Zsolt. Igen. Hát a zománcokat, azokat visszük. Sziasztok, déd és ükmamámtól van egy dió és máj daráló, zománcozott Weiling, szintén dédmamámtól, gyártási évszámok is vannak rajtuk, de fejből nem tudom, a máj daráló az 1890 vége. Wow. Ezek örökre szóltak ezek a darabok. Igen. Ez a máj daráló, ez máj daráló akar lenni. Mert egy, a májat azt. Egyébként a májat is darálhatják. Tehát hát persze. Hát, ilyen pépesítés ez? Aha. Jó, és vagy hurkához. Ó. Igen. Sziasztok, anyukám sajtreszelője, amit még NASZ ajándékként kapott, 1960-ban. Az ára még bele van ütve a fémbe, ütve, tehát az fix volt az az ár. 3,80 forint. Tehát nem volt árleszállítás, meg ilyenek, az annyi volt 20 évig. 3,80. A mai napig használom, és olyankor mindig rá gondolok. Szép napot, Ernesto. Bírnám ezt a világot, hogy tényleg az árok azok bele lennének így ütve. Tehát a LCD TV sarkába bele lenne nyomva, és akkor hát annyi kell adni. Ez van. Igen. Anyósomtól és feleségemtől örökölt kávédaráló, amivel porcukrot. Gondolom, yeah. Állítottál elő. Az a külön kis daráló, igen, a hangjára mai napig emlékszik, hogy meg kell nyomni a tetejét. Az imádnivaló volt. Illat, igen. És akkor... Bocs, te elektromosról beszélsz? Igen, mert volt igen. A tekerős, volt aminek volt a fiókja. Elektromos, az klasszik volt, egy nagyon menő nyomógomb volt az elején, egy fordulatot tudott, az zseniálisan, és amikor porcukrot daráltunk mondjuk a mákos gubához, mert egy kristálycukorból csináltál porcukrot? Igen, nagyanyám mindig úgy csinálta. Aha. És mindig föltapadt a belsején, uh-huh. Ugye, mert fölforrósodik a cukor, és szép egy, utána kis kanállal azt kiszedeget. Istenem, de jó dolgok ezek. Nem, a legbosszantóbb az, hogy ma már nem egy életre gyártanak ilyen dolgokat. Tehát nem az, hogy megveszel egy valamit, és akkor akár elektromos, akár mechanikus, és akkor az tart, és tart, és tart, és majd a te unokád is örökölni fogja, mert jó. Hanem tényleg, hát mi múltkor vettünk egy izét, egy ilyen zöldséghámozót. Harmadik alkalom, már te nem tudtál vele hámozni. Azzal küzdöttünk, és hülyéztetek, aztán kiderült, hogy tényleg nem jó. Tényleg. Kicsorbult kettő használat után, kuka. Uh-huh. Ez vicc. Na jó, gyerekek, hangcsapda! Ó, már itt tartunk, 9 óra előtt vagyunk. Repül az idő. Tessék, itt van a hang. Amit nem titk, nem kaptam, hogy na, mi a ellátni. Az a tudtam, hogy soha kérdezni nem feladatot. Most azt ilyen szoktak, én pár hülye hangzik. Titk az helyemnak, ahogy én. Igen, ő a feladvány, úgyhogy meg kéne mondani, hogy ki beszélt. 0620-22-22-122. Ez olyan, mint a hangcsapda. És 9 óra lesz, 6 perc múlva. No, mit írnak itt? Hol van ez a rohadt egérnek a nyila? Megvan. Üdv, valamelyik nap volt az a téma a fiúról, akit a Népligetnél átvertek. Én megláttam a házaspárt, meg a babakocsit a gyerekükkel kunyeráltak, ha még érdekel. Uh-huh. Más is írta, hogy régebben még, hogy az esemény előtt ő is látta, és őt is, mintha leszólították volna. Tehát ők ott vannak, tehát azért, sértetlenül is. Ezt, amit tegnap is beszéltünk, hogy ebből a történetből, meg ahogy ők ezt kezelték, érződött, hogy ők ebből élnek. Tehát, hogy ők ezt rendszeresen csinálják, és ez ki van gyakorolva. És véletlenül ez a biztonsági őr ezt nap, mint nap látja, és ki van gyakorolva, és nem csinál semmit, szemet húny, mint ahogy ez ugye Valentinnal is történt. Nagyon kíváncsiak, hogy milyen fordulatokat vesz az esemény. Köszi, ezt szerintem már ők is tudják, ha valaki van, aki
konkrétan a Valentinnal történő incidens látta, annak szemtanúja, az jelentkezzen. Ez ugye vasárnap történt, ha jól emlékszem. Vasárnap, ilyen fél hét, fél nyolc között. Igen, fél hét, fél nyolc között. Jó, ez az egyik. A másik, sziasztok Istenek, bocsi, talán hallottál róla, az ikertestvéred John Bon Jovi megmentette egy hölgy életét, le akart ugrani a hídról Nashville-ben. Igazi úr, mint te, üzeni Janci. Janci, reggel erről beszéltünk, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Reggel erről beszéltünk, Laci hozta a híreiben, és igenis hallottam róla. Jó, kivel játszunk? Krisztivel. Szia, Kriszti, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, Kriszti, hát hol vagy most éppen ilyen kora reggel? Én most Somogy megyében félreálltam egy ilyen susnyásba. Ó, de szexi! Most éppen megyek a Szigetvári kórházba egyébként, lehet, hogy lesz egy térműtétem, úgyhogy oda igyekszem. Az már kevésbé jó. Az már kevésbé jó, igen. Mert Szigetvár milyen szép, szerettem. Ja, igen, aranyos kisváros. Tényleg aranyos kisváros. Kriszti, kezdjük el szerintem tudni fogod, de azért mutatjuk megint, jó? Remélem, köszönöm. Tessék. Amit nem titka, nem kaptam, hogy na mi a ellátni. Az a tudtam, hogy soha kérdezni nem feladatot, most azt ilyen szoktak én pár hülye hangz, titka az helyemnak, ahogy én. És a... Te is azt mondod, hogy könnyű, ugye? Szerintem igen, nekem rögtön beugrott, hogy ördög Nóra. Igen. Jó. Szoktak kérdezni, na mi a titka az én pályámnak? És az a titka, hogy én soha nem kaptam olyan feladatot, amit nem tudtam ellátni. Most ez ilyen hülye hangzik. Nagyon ez jó. Így jó. Jó. Úgyhogy meg is van a nyereményed. Bocs, Izacsi, és lesz benne egy 6x-es baseball sapka, meg egy bocskor bögre. Ó, köszönöm szépen, köszönöm. Mi is, akkor most már mehetsz tovább a susnyásból, is hívunk majd később, jó? Köszönöm szépen, szép napot nektek. Neked is, Kriszti, szia-szia. Sziasztok, sziasztok! Na, kedves Anett, bocsi, Laci és Gyuri, szeretettel várunk benneteket Ászáron a tájháznál. Minden eszközzel találkozhatok, amiről szó volt a műsorban, megelevenedik a korszak, amelyben mindez használatos volt. Remélem egyszer összejön, hogy meglátogattuk bennünket, puszi mindnyájatoknak, Ibolya Ászáról. Köszönjük szépen a meghívást. Gondolom, ilyen konyhai eszközökről beszél a tájházból. De hát azért biztos, hogyha elfordul majd Ibolya, akkor egy kettőt zsebrevágok. Most komolyan, ezek annyira jó cuccok. Mozsárra utazol te, arra vigyázz, hogy Ibolya majd. Mozsár, reszelő, szaggató. Fel se fog tűnni Ibolyának, hogy mekkora zsebekkel fogsz kitotyogni abból a kanzemből. Nyilván velünk hozatja ki egy részét. Hát vagy helyére kiakasztam arra a szögre ott a tájházban a falra a narancsárga műanyag répahámozót. Jaj, de szép lesz az ott. Hát előbb-utóbb az is oda való lesz. Ibo, egyelőre az a valószerű forgatókönyv, hogy Anett fog meglátogatni egy kis teherautóval. Csak majd mondd neki, hogy melyik micsoda. Hozzon el. Igen, egy jól kiégetett vokkot is vinnék onnan. Ó, egy korabeli század elején jó vokkot. Igen, hát mi ugye Ázsiából származunk állítólag, szerintem tele van vokkal még a tájház. Abszolút, Zala megyében is van egy csomó ilyen tájház. A honfoglalók hozták vokkjaikat magukkal. Nagyon Gyuri, most te viccet űzöl a dologból. Nem, hát én komolyan gondolom, biztos, hogy vannak ennek korabeli emlékei. Persze, csak nagyon nehéz volt tudni a zöldséget forgatni az agyagvokban. Gyakran letört a nyere. Vas vok. Ja, az vasvok volt vas már, vok. Amit használtak eleink? Nem, mert amit a honfoglalók ettek, az a szójás csirkés rizs, azért a pirított rizs. De jó volt az kis izével, szezámmal. Na, hát erre pályázom, a tájházból. Jó. Jó, jövünk vissza, és Horthy Gábor lesz újra, mert ugye a vokcink beteg, szegény, és most megy egyfajta tüdővizsgálatra, hogy megnézzük, ezért most Gábor helyettesíti, és miután futballtéma, és miután játszott a magyar válogatott megint. Kedden, így kedden. Van. Így van, miről beszélgetnünk, meg hát a folytatásról is, hogy alakul még ez a Nemzetek Ligája nekünk. 9 óra 12 perc van, jó reggelt megint, szevasztok drága hallgatók, hello Laci! Hello bocsi, jó reggelt! Gyuri, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Szia Anett, jó reggelt! Jó reggelt! Óriási sóhaj volt, amikor rám néztél. Ja, igen, mert elindult az utolsó óra, és gondoltuk, hogy jó, még egyszer fel kéne dobni itt a hangulatot. Lesz is egyébként mivel, egyébként az ászáriak nem írtak, hogy most a izé, most akkor menjünk, ne menjünk, szerintem is megrémültek. Van-e nekik honfoglaláskori vokjuk? Ez még nem derült ki. Csak akkor megyünk. Lehet, hogy azt most keresik a raktárban. Így van. Na jól van. Hát foci téma lesz. Tudjátok, hogy ami vokcink lebetegedett, és elkezdte a gyógyszeres kezelést, de azért biztonság kedvére elment egy tüdővizsgálata ma reggel. Ezért nem tud ő ma megszólalni, és ezért most megint futball témában jelentkezik Horthy Gábor. Valaki így csinálja. Kovács passzol,
Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor. Jó reggelt, Gábor! Napsugaras, jó reggelt az utolsó órásoknak! Ó, köszönjük szépen! Szia, szia! Na, hát gyakorlatilag ott kell folytatnunk, ahol a múlt héten abba, nem is múlt héten, ezen a héten abba hagytuk, ugye? Mert akkor még nem folytatódott a nemzetek liája az 5-0-ás vereség után, hiszen azt hiszem aznap voltunk. Hétfőn voltunk. De hétfőn, és akkor kedden volt a meccs. Kedden játszották. Így van. Azért mondjuk el előzetesként, hogy az 5-0-ás vereség után Rossi kapitány már-már levonta a következtetéseket, azt mondta, hogy ha bosnyákokat nem verjük meg, akkor itt gyakorlatilag mindent át kell gondolni, vagy újra kell gondolni, nem? Az volt a sajtótájékoztatónak a legerősebb kifejezése. Ha nem sikerül, akkor menni kell mindannyiunknak. Uh-huh. Na. Ez elég erős meghatározás volt. És hát a kapitány ott a meccs után, az 5-0 után nagyon nehezen akart kamera elé állni, vagyis mikrofon elé állni, aztán sikerült, és ezt mondtam is hétfőn, hogy nem éreztem benne annyira azt a nagy tüzet. És akkor kedden jött a mérkőzés, egy csomó embert kicserélt, kivette a Kapust, kivette a Nagy Ádámot, a Négót, a Balogh-Botondot, és akkor lehetőséget adott egy kecskeméti fiatalembernek, a Niki Cser Tamásnak, meg... Hát ott volt még más próbálkozás is, a Bolla Bendegúz is kezdett. Hát sikerült egy 0-0-át kihúzni a bosnyákokkal. Ami milyen eredménynek számít egyébként? Valaki azt mondta, hogy a bosnyákok egyébként legalább olyan nehéz falat lesznek, mint a németek. Az teljesen igaz. Annyi különbséggel, hogy a bosnyákok nem rúgtak gólt, a németek meg 5-öt. Tehát akkor ez egy jó eredmény. Nem tudom már, Gábor, én össze vagyok zavarodva. Az teljesen igaz, ez abszolút igaz. Ez egy jó eredmény. Ebből a felállásból, ebből nézve, ez egy csinos eredmény. Amúgy nagyon nem is jutottak el a kapuik, talán volt két kapura lövésük, amit a Divusnak hárítani kellett. Hát és a magyar válogatottnak az volt a pehje, hogy a Szent Pauliban védő Nikola Vasilj élete legjobb formáját hozta. Mindent megfogott. A Nagy Zsoltnak voltak nagyon jó próbálkozásai. Hát persze ezt idézőjelbe kell tenni, mert ha jó próbálkozás, jó lett volna, akkor az góllal fejeződik be. Varga Barna, R. Barna, személyes kedvencem, ő is egy csomószor tesztelte ezt a Kapust, hogy egy ilyen soha nem hallott kifejezést használjak. Akkor a végén volt még a Nagy Martinnak, Ádám Martinnak volt egy nagyon-nagyon jó fejes, azt meg lábbal fogta. Úgyhogy a fickót ünnepelte egész Bosznia és Hercegovina. Tehát... Az a helyzet, hogy utolsók vagyunk a csoportban egy ponttal, és szörnyű az az 5-0-ás gólkülönbség, senki nem kapott ennyi gólt. De ezt a múltkor is mondtam. És nem lesz jó a folytatás, mert hogy jönnek a hollandok majd. Akik döntetlen játszottak a németekkel, ugye? Igen, vereségre álltak, nem álltak jó, 2-1-re vezettek a németek Hollandiában, és még egyszer mondom, hát a németeknek annál kélyesebb érzés nincsen, mint amikor Hollandiában verhetik a hollandokat. A hollandoknak pedig nincsen kélyesebb érzés, amikor agyon verhetik a németeket. Én tudom, tehát ez egy ilyen örök két rivális egyébként. Szeretik egymást valahol, de a német-holland az mindig valami nagyon-nagyon nagy csúcs. Inkább azt mondom, hogy picit utálják egymást. Várjál, a hollandok utálják a németeket, a németek nem utálják a hollandokat, szóval ez valahogy így. A németek lenézik a hollandokat, a hollandok meg utálják a németeket, de valahogy érted már? Kiröhögik őket a lányok inni a Hollandiában, és a hollandok olyanok, hogy a körforgalomban balra is irányjelzőznek. Jó, ami egyébként tök jó, de azért ne felejtsük el, hogy hol lennének a németek, akik nem Hollandiába járnának marihuánát szívni, akik nem Hollandiába járnának abortuszra. Tehát azért sokkal szegényebb lenne Németország Hollandia nélkül. Hát az igaz. Meg a tüttürüttürüttü, tudod, ezt a Schnoller Bocker sem énekel olyan szívesen a németek, amikor megverik őket. Az mekkora világszám, azt láttátok? Nem. Majd nézzétek meg, egy holland fickó kitalált egy ilyen teljesen komplikált dalt, az a címe, hogy nem az szerző, hogy Schnolle Bockers, és van egy ilyen dal szövegrész benne, hogy tüttürüttürüt, és ugrálnak jobbra meg balra. For links, for rechts, nézzétek meg, Laci, óriási. Ez egy holland dal? Ez egy holland dal, az Európa-bajnokságon folyamatosan így löngdösték az utca jobb és bal oldalán állókat. Jobbra mentek, balra mentek.
És akkor még a hollandokon kívül még kivel kell nekünk játszani? Kell még? Hát még idén még lesz két meccs, hát több meccs lesz. Megyünk Boszniába, októberben, novemberben Hollandiába, és aztán november 19-én pedig jönnek a németek, és el lesznek kalapálva. Na jó, most már álmodozzál. Egy 0-5-re. És ezt mindvégig akarja Rossi csinálni, vagy ő ezt majd Milánóból nézi? Nagy kérdés, mert hogyha itt nem sikerül jól helytállni, tehát kiesünk ebből a ligából, az A csoportból. Mikor esünk ki? Már most ki? De még nem estünk ki, hanem ezt végig kell szenvednünk, ugye? Így van. Utána esünk ki. Így van, ha az utolsó helyen zárunk, akkor kiugrottunk ebből az A csoportból. Ha utolsó előttiek leszünk, akkor osztályzót játszhatunk. Tehát itt kavarodás lesz, mert akkor még más feljutóval kell játszani, és akkor azok komplikáltak. Ja, akkor jön az, hogy van még matematikai esélyünk, ugye? Azt tudjátok nagyon, hogy matekban erősek vagyunk, a valóság viszont semmi, soha a közelében nem jön a mateknak. Mindig elkezdünk kombinálni, majd ide megyek, akkor úgy odaáll, és akkor ez az eredmény soha nem jön ki. Hát láttuk az Európa-bajnokságon, az igen. Utolsó pillanat, emlékeztek, hogy foggal körömmel ragaszkodtunk a teóriához, hogy majd ha a portugálok, meg ha majd ez, meg még az a csoport, amit nem is láttunk, semmi nem lett. Sőt, még volt olyan is, hogy szándékosan kapott ki ez azért, hogy mi ne jussunk be, mert bennünket nagyon veszélyesnek tartanak, holott csoport utolsók voltunk. ilyen teóriás volt. Nem, én elmondom, mi a véleményem. Nekem az a véleményem, hogy ebben a csapatban a csapatszellem megvan. Erősebb, mint talán bármelyik más csapatban, amit látsz itt most a nemzetközi, vagy európai parondon. Nagyon erős a csapatszellem. A közönség, a szurkolók fantasztikusak. Tehát most akkor ti jöttök, hol a baj? Hát azért a közönségről egy picit annyit, hogy azért a Puskás nem telt meg, tehát a felső körét azt tapintatosan nem mutatta a kamera, mert hát azért az 5-0, meg ez a keddi időpont sem volt túl hálás, tehát azért Hollandiában megtöltötték a stadiont, igaz, a németek játszottak, de hát volt egy kis fokhi, meg úgy olyan nagy ünneplése volt, mert ugye gyorsan kiürült a stadion. És most a szurkolókról beszélsz, de nem raktad ki a puzzleből az utolsó darabot. Mindegy. Ja, a lelkesedés? Hát, amikor már a lelkesedést kell díjazni, és azt kell kiemelni elsődleges szempontnak, akkor az már nem jó. Jó, de ez egyfajta ilyen mencsvár, ilyen kifogásgenerátor. Gyerekek, legyünk optimisták. Kettő meccs van eddig, nem lehet azt mondani, hogy mind a kettőt elvesztettük. Nem, ezt nem. És ez már egy kiinduló pont. Ez szintiszta logika. Így van. És hogyha ez a tendencia megy tovább, akkor a következő egy nyertes meccs lesz. És a legutolsó lesz egy 5-0-ás nyertes meccs. Bámulatos az optimizmusod. Nagyon szeretnék veled barátkozni. csak egy kicsit ott az energiádat szeretném, hogy fölcsipegetni, tudod, ami lehullik róla. Ez biztos, hogy nem így lesz. Igen, mert nem, az a baj, hogy mindig ilyen két szék között vagyok, mert valahol nagyon-nagyon drukkolok is, nagyon szeretném, és a másik oldalon meglátom, és ilyen legyintek, hogy nem, ez nem jön megint össze. E kettő között vagyok én hangulatban. Igen, és az van, hogy így egy kicsit úgy most megzuhant mindenki. De hát különösebben nem jó, nem tudom, hogy mennyire vigasztalt titeket a finneknek a helyzete, mert ők meg 0 pontosok. Mi már ennyivel előrébb vagyunk, hogy 1 ponttal állunk. Akkor ugyanitt van a Skócia. Tudjátok, akiket összevisszavertünk, meg hát a horvátoknak sem túl jól áll a szénája. Úgyhogy ez az első két forduló, tényleg bocsi, itt az optimizmusodhoz csatlakozva. Köszönöm. Bármi előfordulhat még itt, de hát hatalmas nagy javulás kell, főként úgy, hogy a srácok, a mérkőzés, amikor eljutottak helyzetik, akkor ott volt ez az átkozott kapus, aki megfordult minden. Amúgy meg a többi részében, amikor egy bedobást hajtottak végre az ellenfél 16-osánál, hát a dibusz lett a végállomás. Tehát annyira hátra rugdosták a labdát, hogy hát abban már nem lehetett mit kezdeni. A bosnyákok meg összetömörültek, becsomósodtak ott, és akkor belevetődtek mindenbe. Egyébként a svájciaknak meg még rosszabb a helyzete, mert nekik még egy pontjuk sincsen. A svájciaknak, érted? Egy svájcinak nincsen pontja, 0 pontos. Nagy meglepetés ez a Nemzetek Ligája itt az EB után, tényleg. Igen. Hát az a meglepetés, hogy a németek megint előhúztak a kis hátországukból néhány olyan fiatal gyereket, és már megint készen állnak 20-an ott bevetésre, mert a korosztályos válogatottak nagyon jók.
a németeknél. Hát a spanyolokról persze nem is szabad beszélni, mert hát ugye mindent megnyertek utánpótlás szinten. Ott az a De La Fuente nevezetű ember, ez, ráadásul ő onnan jött az utánpótlásból, mindig tudja, hogy kihez kell fordulni, mindig tudja, hogy kit kell kivenni egy megfelelő feladatra, nincs semmi problémáik. Tehát, hogyha jó a hátország, akkor mennek előre. Hát Nagelsmannnak is olyan isteni az állapota, hogy hát nem legszebb tudja, fiú hogy most. Vagy nem tudom, milyen állapot. Vagy te hogy szoktad értékelni az állapotát? Igen, hát ő neki most nagyon-nagyon jó, mert a gyerekek, akiket betesz a csapatba, azok megszolgálják azt, hogy még továbbra is számoljon velük. Holott az EB előtt a német válogatott morálja és eredményessége az a béka segge alatt volt. Tehát ők ennyi idő alatt tudták felszívni magukat, csak azért mondom, hogy van remény. Hát azért annyira nem volt a békasegge alatt, mert ugye ott a spanyol csávónak a kezezése az egy kicsit földre döntötte az országot, és hát ők amiatt lettek... Én az EB előttre mondom, EB előtt. Ja, EB előtt, az igaz, az teljesen igaz. Igen. Olyan a németeknél nagyon ritkán fordult elő, hogy 10 évente, vagy hogy évente cseréljenek szövetségkapitányt, vagy 2 évente. Ott, ha bekerül egy ember a székbe, akkor az ott dolgozik, megadják neki a bizalmat. Itt meg volt egy kis kapkodás. Bizony. Úgyhogy, igen? Semmi, Gáborom, az, hogy szuper volt, köszönjük szépen. Itt most azért mondom, hogy egy picit megtaláltuk az optimizmusnak néhány rügyező bimbóját. Az optimizmus süteményében a mazsolát. Megtaláltuk, így van. Nagyon-nagyon szépen, köszönjük. És akkor reményeink szerint jövő héten helyreáll a rend. Köszönjük szépen. Minden rendben, várom a pillanatot. Horthy Gábor, köszi. Sziasztok. Szia. Hát persze, ha Boga nem lesz jobban, akkor lehet, hogy holnap is foci. És akkor miről beszélünk? A finnekről? Hát azt gondolom, hogy a Gábor kinyitott egy ajtót, ahol belesettünk, tehát ez a finnek 0 ponttal, a svejciek 0 ponttal, tehát abban még ott van szerintem. Van a Gábor tartsában, mindig ott van a dél-amerikai kupa is, tehát... Így van. Így van. Meglepetést. Na jó van. Köszönjük szépen, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival. 10 óra lesz 4 perc múlva. Gyerekek, ugye beszámoltunk tegnap is, most is a népligeti eseményekről, Kolozsvár Valentin ökölvívó bajnokunk, akit kiraboltak, és mintha lennének fejlemények, és most ebben a percben küldött Valentin ide a hallgatói SMS-re egy SMS-t, hogy sziasztok, Valentin vagyok, meglettek az elkövetők. Ó, de jó. És Valentin, akkor innen üzenem, de mindjárt a Gyuri fel fog hívni, fölveszi a kapcsolatot, és akkor holnap majd... a részletekre baromira kíváncsiak vagyunk, mert ugye másokról is kaptunk üzenetet, hogy ott megerősödött a rendőri jelenlét, meg ilyesmi, baromi jó, úgyhogy mindenre kíváncsiak vagyunk. Így van, tehát keresünk majd, és köszi, hogy jelentkeztél. Na, ez a sulicis téma baromi jó volt, persze van olyan tanár, aki azt mondta, hogy nagyon elszálltam. Én értem azt, hogy tanári szempontból ez ijesztően hangzik, de szerintem azért ti is gondolkozzatok el, hogy mit tanítotok, és mi az, amit esetleg valóban kéne az életre felkészítendő a gyerekeket. De mindegy is, én olyan tanártól is kaptam ma visszaigazolást, aki tanárként azt mondta, hogy teljesen igazam van. Aha. Na jó, M3-as autópálya, foltokban ködös, vigyázzunk egymásra, Edző Zsolti. Köszönjük. Köszönjük szépen. És jó reggelt, szervusztok, nagyon jó témátok. Napok óta első a Löw Zsolttal folytatott beszélgetés, majd tegnap az első autó az embernek, majd pedig a tanműhely és a gyerekek. Nekem egy autóm egy kis polszki volt, majd nagy polszki, utána 123-as merci olajkája, amit németben vettem, amikor BMW-ben dolgoztam. Tudnánk miről beszélni, bírom Anett bársonyos hangját, de vágópiros madár csicsergő hangja is fantasztikus. Jávor Csaba, Romhányból. Köszönjük szépen, Csaba. Esett, és akkor már is passzoljuk át a mikrofont pirosnak. Ahogy Csaba kérte, így lesz, és akkor te megbeszélsz Valentinnel. Jó? És akkor holnap izgalmas témákkal jövünk vissza. Találkozunk holnap reggel 6:08. Viszlát!